Rajongó, szorító, mert szombat van, és ez itt a szorító Magyarország első heti rendszerességgel jelentkező pankrációs podcast. Bárki és a doktor minden héten a pankráció függő világában. A szorító szombat ezennel indul! Hello! Újabb hét, újabb szorító podcast! Egy rendkívül izgalmas és érdekes Royal Rumble után tértünk vissza ismét az éterbe. Én a doktor vagyok, és itt ül mellettem állandó kollégám, Bartfi! Sziasztok! Így van, egy nagyon jó hétvégén vagyunk túl, meg egy jó heten is mondjuk úgy, mert ez egy szép birkó hét volt, fogalmazunk úgy, visszatért a szikla. És volt egy nagyon jó NXT adásunk is, és persze a Royal Rumble is, amiről fogunk beszélni egy legalább fél órás szegmens. Emellett lesz a stílusok harca, azaz Vince McMahon kontra Triple H, fogunk egy kicsit beszélgetni arra, hogy miért nem működik ez, meg mi működik, hogy működik ez. Meg hogy nézhet ki a jövőben esetleg ez. Emellett fogunk ugye 3 minute warningolni benne két valakinek szomorú, valakinek pozitív hírrel, egy nagyon pozitív hírrel. Igen, Bischoff bácsi visszatér az adásunkba. És egy plusz egyel is jövünk, ugye, mert múlt héten elmaradt. Szóval a 3 minute warningban 4x3 percünk lesz most, ez egy kicsit megszakítja a 3x3 a szabályunkat, de nem baj. És ahogy láttátok a Facebookon, az utolsó szegmensünk pedig a Power of Music névre hallgat, mivel beszélünk egy kicsit a bevonuló zenékről, arról is, hogy mitől lesz jó egy bevonuló zene, kié volt a legjobb, kié volt a legrosszabb, és még sok egyéb érdekes. Határozottan alulértékelt téma ez egyébként. Igen. És ezért például meg aláírjuk a petíciót, hogy Jim Johnston legyen benne a Hall of Fame-ben valamikor az elkövezelő jövőben, mielőtt meghal ő is. Szóval! Az azért még odébb van. Igen, egy kicsit odébb van, de attól még legyünk pozitívak. Mielőtt meghalt. Annyira morbid vagy. Mindig. De előtte jött egy kérdésünk, igaz, amit már Facebookon megválaszoltunk, de olyan jónak találtuk, hogy szerintem simán bevetjük az adásba is. Ez pedig a következő. Sziasztok! Sokszor elhangzik, hogy minden egyes mozdulat be van gyakorolva, egy Royal Rumble esetében is igaz az, hogy az utolsó milliméterig minden le van játszva előre, vagy esetleg már van annyi improvizálás, hogy a helyzethez viszonyulva mondanak be egymásnak figurákat. Így van, tehát ezt megválaszoltuk alapvetően a Facebookon, de ezt a nagy közönségnek is jó elmondani, hogy ez pontosan fordítva van. Így van. Tehát egy egyéni mérkőzésben sokkal több lehetőség van az improvizálásra, mint egy Rumble-ben. Egyszerűen azért, mert itt rengeteg résztvevő van, és hogyha az egyes résztvevők nem tudják, hogy kinek mi a dolga, akkor az egész egy káoszba fog torkollani. Ez a fő oka igazából az egésznek, hogy itt nagyon tudni kell. Nem a hasonlítva beszélek, mert azért én már a HCV-ben átéltem néhány Rumble mérkőzést, de a WWE-ben is gyakorlatilag ugyanez van, hogy 90 másodperces etapokra bontjuk az egészet. És amikor ez nem sikerül, akkor a Doki Bász aljárásával élve, akkor én az Improper Massat nevezetű rész, amit majd mindjárt kifejtünk. De igen, egyébként a 90 perces szekvenciákat építünk fel egy Rumble-nél. Másodperces. Hú, basszus, 90 perc egy bevonulás között. Képzeld el, egy 30 résztvevő bejönne másfél óra. Az ilyen a hőskorban lévő 5-6 órás mérkőzéseket eredményezne, ami érdekes lenne. Na, 90 hát, hogyha Ed Stringler, Louis-ék kitalálták volna, akkor az körülbelül így nézett volna a 20-as évek. Szóval 90 másodperces etapokat építünk föl, amikor mindenkinek megvan a maga párja, a maga szerepe, és ugye úgy néz ki általában, hogy tényleg ugye a középen ugye koncentrálunk az akcióra a friss emberrel, kivéve amikor nem, mert valaki középen fetreng a ring közepén. Az azért hiba. Le vannak tényleg osztva a lapok, hogy te fogod fogadni az új érkezőnek a romát, teszeded be ezt a mozdulatot, teszeded be azt a mozdulatot, te fogod megállítani, aztán téged fog kidobni. És ugye a többiek ilyenkor rendszerint a sarokba csoportosulnak. Kevin Nashnek volt ez a jó mondása a Battle Royale-ok kapcsán. A Battle Royale-ok lényege az, hogy menjél egy sarokba, és ne sérüljél le. Amit ő nem tudott megcsinálni, ugye? A sítálást nem tudta megcsinálni lesérülés nélkül, de az más kérdés. Szóval azért van ez, mert a ring közepe az akciónak van fönntartva, és hogyha nem ezt csinálják alapértelmezetten, tehát nem a sarokba mennek, akkor újra és újra útba lennének egymásnak a ring közepén. Tehát itt nagyon minimális improvizációnak van csak helye. Nyilván azt nem játsszák le milliméterre pontosan, hogy most olyan fogják egymást taposni vagy püfölni a sarokban, de van 2-3 ilyen sablon, amihez nyúlni kell. Az egyik tényleg az, hogy gyömöszkölöd a másikat a sarokban, megpróbáld áttuszkolni a felső kötélen nem túl nagy meggyőződéssel, meg ez a maszat, hogy kicsit így simogatjátok egymás arcát. Punch, punch, kick, kick, ugye. Igen,
és akkor ugye folyamatosan jönnek be az emberek, tehát ezt nem lehet csinálni, mert túl sokan vannak hozzá a ringben, és egy káoszba torkollana óhatatlanul az egész dolog, szemben mondjuk az egyéni meccsekkel, ahol vagytok ketten a ringben, és folyamatosan kommunikálni tudtok egymással. Tehát amikor benn vagytok nyolcan, akkor nem tudod egyenként megbeszélni mindenkivel, hogy figyelj, most ez következik, és véletlenül se legyetek útban, hogyha hirtelen a kis ujjadból húzod elő. Ebből a szempontból a másik nagyon nehéz mérkőzés típus az 5-5 elleni hagyományos Survivor Series Elimination match, ami szintén ilyen, hogy a percről percre meg kell kalibrálni, hogy minden jól működjön és mindig minden rendben legyen. Ennél már csak tényleg az ilyen sok emberes rumble-ök. Meg a létra meccsek. Meg a létra meccsek, az elkapu embereknek a szerepe nagyon fontos. Tehát ott is nagyon tudnia kell mindenkinek, hogy mikor milyen spot fog következni. Hát, tipikusan a gimmick meccsek azok, ami nehéz. Mert ott kell lenni. Tehát igen, tehát általánosságban igaz az, hogy minél kevesebb ilyen külső cucc van a mérkőzésekben, és minél kevesebb résztvevő, annál nagyobb tere van az improvizációnak. Persze ugye ezt egyéne is válogatja, mert van, akinek szüksége van arra, hogy többet tervezzenek, és van, aki le tud birkózni egy 25 perces meccset úgy, hogy egy szót nem beszél előtte az ellenfelével. Annyit, hogy mi lesz a finish és mikor. Lásd Jericho, Shelton Benjamin a Cyber Tuesday nevezetű remekadáson, ugye? Vagy izé, amikor amint azóta rögünk a Cena Dario meccsen, igen, a tavalyi Hell in the Cell-ről, amikor úgy nézett ki a meccs, mint hogy a menet közben beszélték volna meg, hogy te figyelj, neked mi a befejeződ? Kávé az történt, igen, szóval ez a tipikus eset, hogy improvizunk egy jót, és akkor jó lesz. Ami azért fontos, ugye, mert a közönség mindig reagál valahogy a mérkőzésre, és hogyha rosszul reagálnak arra, amit kitaláltatok, akkor elváltoztatni kell, hogy tetszen nekik. Tehát ezért a WWE is tudja azt, hogy ha csak nem nagyon indokolt, mint a Rumble-ben, ahol egyszerűen muszáj a ringben lévő embereknek a száma miatt, és azért, hogy zökkenőmentesen lefolyjon az egész, akkor kell hagyni egy kis mozgásteret a résztvevőknek. Persze tényleg megint csak az egyénre válogatja, tehát van, akit sokszor látunk a ringben, hogy hívja be a mozdulatokat, és van, akinél kevesebbet, mert ők nyilván ezt azért így lejátszották egymás között. A másik, meg az, hogy tényleg, ha ketten vannak, akkor általában a WWE-nél úgy épül fel a rendszer, hogy a húsokon is egymás ellen birkóznak. Szóval, amit látsz tévén egy mérkőzést, vagy egy pay-per-view-n egy mérkőzést, azt előtte, az előtte lévő 2-3 hétben lebirkózzák 30-szor. Most például a Rón az AJ Jericho nem ilyen volt, és nem, meg is látszott egyébként rajta. Nem volt rossz egyébként. Nem volt rossz, de a kommunikáció meglátszott rajta, hogy ezt intézni kell. És persze ugye, amit még kihagytunk, hogy minden ilyen mérkőzéshez vannak úgynevezett agentek, igen, ügynökök vagy producerek, ahogy manapság mondják, régi tapasztalt pankrátorok, akiknek az a dolga, hogy a birkózóknak segítsenek összeállítani az adott mérkőzéseket. Igen. És természetesen az ő felügyeletük alatt történik ez az egész tervezés folyamat, ami a Royal Rumble esetében sokkal fajsúlyosabb, mint mondjuk egy hétköznapi egyéni mérkőzés esetében. Itt tényleg mindenkinek tudnia kell, hogy a balkéznek is tudnia kell, hogy mit csinál a jobb. Ennek volt ugye a legendás valaki, a Pat Patterson, aki a wrestling történelem legjobb finiseit talált, aki rockkal iszonyat mennyiségű dolgozott, Taker-re is nagyon sokat dolgozott, Michael Sake-kel nagyon sokat dolgozott. Patterson, igen, Vince jobb keze volt, igen, gyakorlatilag évekig, így van, és tényleg a finisek terén volt ő az egyik legzseniálisabb kreatív elme. Ezért mondtuk azt múlt évben a Mánián, hogy a valószínűleg az RKO-ba torkolló curve stompot is ő találta ki. Vagy ő tanította valakinek. Igen, igen, szóval. Szóval ennyi volt a kis összefoglalásunk, és akkor ha már Rumble, akkor menjünk át a Rumble-re, és akkor dobáljuk ki egymást az ablakon. Csak ne úgy kezdni, mint Michael Buffer szokta. Fú. Akkor tényleg Rumble-ezzünk. Az elmúlt 4 vagy 5 év legjobb Rumble-ét láthattunk a hétvégén, legalábbis személyes véleményem szerint, de a doktor is megerősíti ezt. Hát 2010 óta nem volt ennél jobb Rumble mérkőzés, az biztos, de épp elégszer lehordtuk már az előző évek Rumble-jeit, úgyhogy talán térjünk is rá mindjárt az ezévire, ahol most kicsit visszatérünk a szokásos 3 pozitívum, 3 negatívum viszont, dologhoz. Viszont ketté osztjuk magát a szegmens, fogunk először beszélni magáról a gála Rumble előtti részéről, aztán fogunk beszélni magáról a Rumble-ről, és mind a kettőről elmondjuk a 3 pozitívumot és a 3 negatívumot. Mivel kezdjük, jóval vagy rosszal? Szerintem mindig a negatívval kezdünk, a pozitívba jó menni. The power of positivity! Igen. A negatív az ez pont ez, hogy az úszó testvérek ugye domhanyadjára is ugye. Mi van velük? Mi baj van? Már megint az úszó, már megint az úszókkal. Az öv közelben mászkálnak, még mindig az zavar egyébként. Meg az, hogy ugye a Prisót beszámoljuk az adásnak, vagy nem?
Én beleszámolnám a plisót, ami... Az a borzasztó Fatal Four Way Tag Team match. Az az volt, amiben azon kívül, hogy Damien Sandow irgalmatlanul over volt az elképesztően smark közönség előtt. Sandow mindig over a smark közönség előtt. Nem sok értékeletű dolgot tettek bele. Egyáltalán már az a Sandow Darren Young is megire egy értelmetlen random csapat volt. Jaj, Istenem, miért kell ezt csinálni? Bocs, hátán, ugye szerencsétlen Ascension megint. És tényleg be kell gyömözkölni a Rumble-be a drogfüggő szvegőt, na bocsánat. Drogfüggő, csak egyszer vezetett szerek hatása alatt. Nem egyszer, ugye, mert már kétszer vették el. Meg ugye Henryt, de ezt még hagyján, az hagyján, hogy az egész mérkőzésből a két legérdektelenebb arcot pakolták be a Rumble-be. De azt mondd meg nekem, hogy mi értelme volt egy komplett meccset összehozni arra, hogy betegyünk a Rumble-be két embert, akik együtt nem töltöttek be egy darab percet. Nem tudom, és akkor mellé meg tök random emberek benne vannak Rumble-be, Last Curtis X-től. Jó, nem volt tök random, mert ő nem esett ki. Persze, ő nem esett ki az előző Rumble-be, igen. Fú, de nagyon-nagyon rossz volt, és a kimenetele is borzasztóan rossz volt. Igen, az rossz volt. Amit én szintén negatívunként értem meg, lehet, hogy ezzel nem fogsz egyet érteni, ez a Dario Kalisto mérkőzés. Fú, rossz volt. De egyet értek, nagyon rossz volt. Aminek nem volt semmi története. Nem. És semmi pszichológiája, semmi értelme, és addig, amíg csak dobálták a mozdulatokat, az még azt mondom, hogy hagyják. De vége felé már el is bocsolták őket. Jó, de ez a mexikóinál elég gyakran előfordul egymás között, hogy elbocsolják a mozdulatot. De nem Mexikóban vannak, hanem a WWE-ben. Igen. Igen. Na. Mondjuk én nekem a Kalisto övnyerése is ugye a negatívum kategória, mert amit múlt héten megbeszéltünk, hogy a forró krumplizást nem kéne erőltetni, de mégis csak erőltetik, szóval... És várj, még lesz visszavágó. Így van, lesz visszavágó is. Szóval nálam ez a három negatívum az adás első feléből egyébként, mert a többivel egyébként annyira nem volt probléma. Neked van még valami, ami ilyen nagyon negatív? Az adásnak a többi részéből? Hát nem nagyon, nem, igazából. Nem. Tehát én kettőt tudnék kiemelni, mert Kalisto övnyerése az nekem se ideg, se meleg. Mm. Neked akkor megvan a három mellette. Igen. Viszont akkor térjünk rá gyorsan a pozitívumokra. Ja, várjál, még egy negatívumot mondok, Jerry Lawlernek az elképesztően rossz viccei a pre-showban, amiket elsütöttek folytában. Azt tekertem, szóval azt nem is tudom, szóval Lawler annyira nem érdekel már, az van élőben. Én élőben néztem ugye az adást, mert elképesztően inszomniás vagyok, és ezt így hajnali fél kettőkor végig szenvedni eléggé problématikus volt. Én meló után nem voltam hajlandó megnézni a pre-show-nak azt a részét, szóval még ha René Young van benne, akkor sem. Pedig René-t imádom. René-t bármilyen körülmények között képes vagyok megnézni. Persze. Na, menjünk a pozitívumra. Szerintem időrendi sorban is mehetünk egyébként, mert... Hát mindjárt jó. Akkor az egyik legnagyobb pozitívummal kezdjük. Szerintem a Rumble legnagyobb pozitívuma, talán majd magában a mérkőzésben lesz még hasonló, az ugye a Last Man Standing mérkőzés, ami személyemnek, ezt így elmondtam, a legjobb Last Man Standing meccs, amit valaha láttam, igaz én még 2-3 olyan nagyot, amit te mondtál, nem láttam, ez jó lenne. Szóval hihetetlen volt, hogy nem volt benne üres járat, nagyon pörgött a meccs, kreatív volt a két indie majom, volt benne történet, mert elmesélték nekünk, ez a két ember utálja egymást. Az odaszólogatás egymásnak. Utállak, én is utállak. Zseniális. A végső spot is jó volt, ugye, hogy Dean az utolsó lehelletével löki át, ugye, az Owens-t a két asztalon. Mert Owens éppen ki akarta csinálni, mert egy moonsaultot akar csinálni a székekre, úgyhogy Ambrose rajtuk feküdt. Ami zseniális spot lett volna, az kár, hogy csinálták meg. Meg gyilkos. Persze. Elég erősen. Persze. Szóval nekem ez volt a pozitívum. A mérkőzés pszichológiai egyébként tényleg brilliánsra sikeredett, és pont azt beszéltük a nap korábbi részében, hogy ezért éri meg éhes pankrátoroknak adni olyan stipulációkat, amikkel már hosszú ideje nem tudtunk mit kezdeni. Tehát mondok példát is rá, ugye a Hell in the Cell mennyire kifutott, sablonos volt éveken keresztül, és beletettük Ambrose-t és Rollins-t egymás ellen, és letettek az asztalra egy olyan mérkőzést, amitől leesett az álluk. Ugyanígy tavaly megint csak Ambrose és Rollins voltak éppen újra definiálták a létrás meccset azzal, hogy nem feltétlenül spotokra mentek rá, meg spotfestre mentek rá, hanem birkóztak. És most Owens és Ambrose gyakorlatilag a Last Man Standing-gel megcsinálták ugyanezt. A szükségszerű legózásnál több üres járat nem is volt. Folyamatosan kitöltötték az időt valamivel. És tényleg a pszichológiát kell kiemelnem. Ja, meg azt a jelenetet, amikor Owens eltörte Michael Cole szemüvegét. Igen, direkt. Tehát amikor átgurult az asztalon, az már direkt volt, és amikor Cole próbált fölkelni, ott nyúlkált a szemüvege után szépen a földön fekve Owens. Basztassák egymást.
Mondjad. Nem, mondjad nyugodtan. Csak az volt még bennem nagyon, hogy ugye utána jött a Cannonball keresztül a barikádon. Igen, igen. És Cole állt, a kezében tartotta a szemüveget és próbálta összerakni, és közben ordított megállás nélkül a headsetjébe, mert ugye kommentálni kell. Cole zseni, imádom. Nagyon jó. Cole nagyon jó. Főleg JBL-lel, amit azok alkottam, hogy jóban vannak egymásra egyébként. Nagyon erókja. Byron Saxon meg teljesen. Ami egyébként annyira valószínűtlen, hogy Cole és JBI haverok, hogy valami elképesztő. Mert az Ultimate Underdog, meg az Ultimate Bully egymással, ugye? Az igazi nerd és az igazi ilyen seggfej, ami Bradshaw, de hát volt közös témájuk, meg jó. Meg ugye, Michael Cole jobban szeret edzeni, mint JBL, mint ugye ez kiderült az elmúlt pár hónapban. Neked mi a második pozitívum? Visszatért Francesca. Az zseniális volt. Az egész. Francesca az izéje a harsona egyébként, harsona. Aki nem tudná. A New Day valami zseniális, amit leműveltek az egész adáson, hát az valami elképesztő. Annyira kreatívok és annyira vicces az egész, hogy rühellem azt ugye hát a úszókat tényleg most maradjon. Most olvastam, hogy az elmúlt 12 pay-per-view-ból 10-szer voltak benne az övmeccsben a Tag Team Championship-ért. De veszítettek. Így van, veszítettek, és valami zseniális spotokat csinált a New Day megint abban. A befejezés egyébként nagyon király volt, hogy Big E elkapta az úszót. Hát az valami fantasztikus. Big E valamelyek tudjuk, hogy baromi erős. Hát, ugye Cena halott súly emelő rekordjait döntögeti meg. Ezt így... Tudom, hogy utálni fogsz az elmel, mert elsütöttem egyszer ezt a szóviccet korábban a Szorító Podcastben, de ugye a mérkőzés alatt az úszók bevetették azt a Rikishi féle segges támadást a New Day ellen, és hát ugye nem bírok magammal, rögtön az volt az első dolog, ami beugrott, hogy lám-lám, ugye neked is mondtam, hogyha az úszós módszer nem működik, akkor fenekezünk. Ez ugye nem horgászat, hanem pankráció, de úgy látszik itt is érvényesek ezek a fajta szabályok. Örültem egyébként, hogy a New Day megvédte a címét, de hát ők továbbra is annyira overek, hogy... Hát itt még nem tudom, meddig náluk lesz. Épészen nem szabadna elvenni tőle. Addig, ameddig Enzoék nem jönnek föl a main rosterre, addig itt esélytelen, hogy bárki elvezi a New Day-től az öveket. Rátérnék a harmadik pozitívumra. Hát arra akkor, térjünk rá, mert az fantasztikus. Ami igazából ott kezdődik nálam, hogy bár a Charlotte Becky Lynch mérkőzés az nem érte el az NXT-ben látott szuper mérkőzéseknek a színvonalát, de most először éreztem azt a körítést tekintve, beleértve a mérkőzés előtti videópromót, a bevonulásokat, a tálalást, mindent, hogy itt big match feel van, tehát úgy adunk el egy női bajnoki mérkőzést a főroszteren, mint rangadót. Tényleges rangadót, ott volt mind a két fél mögött a személyes indok, az indíték pontosabban, a sztori, és bár maga a mérkőzés többet is hozhatott volna, de a körítéssel, a tálalással együtt ez most rangot kapott. Tudom, mi a durva, hogy beáldozták a mérkőzést a mérkőzés utáni következő dolgoknak. Ami egyébként szintén ugye pozitív. Nálam az a harmadik pozitívum egyébként, mert a meccs annyira tényleg nem volt jó. Egy mini pozitívumot elmondok, hogy Flair-t imádom nézni. Mert zseniális az öreg, hogy tényleg kivirul tényleg. Az, hogy erőszakkal megcsókolja Beckyt, az mennyire fér bele a PG-be egyébként 2016-ban? Nem tudom, így teljesen kész voltam tőle. Az öreg fantasztikus. Ameddig az és öreg... És mennyire boldog lehetett, amikor ezt bebukkolták. Igen, ezt így bebukkolták. Vagy ez is, hogy Becky találta ki, bazeg. Egyébként. Lehet. Hogy így hárman ugye, Sasha, Becky meg izé. Lehet, mert Charlotte. Ugye a csaj is birkó nörd, és lehet, hogy nem pol korrekt, ami történt, de szerintem Becky Lynch az unokájának is azt fogja mesélni, hogy Ric Flair lesmárolta őt a Royal Rumble-ön. Ez biztos. És akkor az én harmadik pozitívum az, hogy megjött Sasha, markout moment, az első az adáson. Mondjuk az is az volt, hogy az Ambrose alatt is volt egy-két az Ambrose meccs alatt is, de az igazi első nagy markout moment, amikor megjön Sasha, a saját zenére, nem a Timberes tingli-tangli szarra. Unity! Így van. És megveri először Becky-t. Mert ugye Sasha egy geci. Igen, Sasha egy geci. És ezt nem úgy csináltuk, hogy most kijön és megmenti Becky-t, és akkor törnöl és úgy megy Charlotte ellen, nem? Akkor nem? Jött az NXT-s inside joke, ugye az Izéval, ugye a BFF-fel. Igen, ugye Sasha és Charlotte korábban alkottak egy közös csapatot az NXT-ben, és annak a pózolását benyomták itt most a meccs után. És akkor utána a backstabberből, ugye a bankstatement. Sasha hátba támadja Charlotte-ot, mert ilyen kedves típus. És az a gigapop, ami arra jött, hát az fantasztikus. És most először látta a fő roster, az igazi Sasha Banks-et, hogy ez a csaj
annyira karizmatikus, hogy tényleg csak flair, trips, taker mérhető hozzá. Hát abban a szegmensben is tényleg abból a attól a pillanattól fogva, hogy kijött, és attól a pillanatig, amíg elment, előadóként tökéletes volt minden hát másodperc. Hát ahogy lebaszta a gyűrűjeit, meg a napszemüveget, hát az valami zseniális. Mindent. Kirúgja Beckyt, ez az én Rivalda fényem. És akkor utána el kell spanolni Charlotte-tal, Flairrel is még mondta, kicsit beinteget, hátat fordít neki. Na, szervusz. Kész. És ez egyébként nagyon biztató a Mania szezonra. Igen, nagyon biztató a Mania szezonra, és főleg majd, amiről később fogunk beszélni, azt, hogy azért, hogy Bailey is valószínűleg a Mania után érkezik a fő rosterre, ami még nagyon biztató dolog, szóval... Említettük a közönséget, ugye. Utána olvastam egy kicsit, mert egy kimondottan... Megint smart. Igen, tehát a hardcore rajongók nagy számban képviseltették magukat a helyszínen, és kicsit utána olvastam a dolgoknak, és kiderült, hogy ez valóban így volt. Állítólag 30 rajongóból 29 nem orlandói volt, hanem más városokból, vagy esetleg tengeren túlról érkezett meg az adásra. A maradék egy meg ugye NXT-t néz. Aminek ugye egyrészt az az oka, hogy a Royal Rumble is egy persze nagyon... komoly event a naptárban, ami ráadásul most össze volt kötve egy komolyabb NXT felvétellel, azaz megelőző napon Orlandóban. Ráadásul azt is lehetett olvasni, hogy a jegyárak eléggé csúnyák voltak, úgyhogy a családok lehet, hogy offolták ezt az egész történetet, és ehelyett jöttek a B-közepesek. Bezzek, hogyha oda telepítettek volna egy vénaszkennert, akkor minden máshogy néz neki. De tényleg, meg ugye aki nem, ne, aki meg orlandója, az meg ugye NXT-t néz, szóval... Tehát igen, tehát azt lehetett olvasni, hogy kimondottan sok más városból és külföldről érkező rajongó volt egyszerűen, és ez a reakcióban nagyon meg is látszott. Mondjuk nem, mintha bánnám, csak ugye akkor megint ott van a kérdés, hogy mennyi következtetés lehet ebből levonni. Na mindegy, majd erre is visszatérünk, mert lassan a Rumble-lel kéne foglalkozni. Így van, szóval foglalkozzunk is Rumble-lel, mert a sok idő elment már így is ebből a szegmensből. A Rumble első pozitívuma, most kezdjük a pozitívummal, amúgy előbb azért kezdtünk, maga AJ debütálása, és az, mondjuk ott a majd beszélünk a negatívumnál, vagy volt abban negatívum is, de a közönség reakció, a Titántron és a zene, AJ mondjuk egy kicsit be volt szarva, már bocsánat, a használatért, de tényleg úgy tűnt abból az entrance-ban, egy picit azért ő is meg volt illetődve. Ron meg ezt megdolom, már sokkal jobban produkált, hát először volt ebben a környezetben, és azért ne felejtsük el, hogy ő nem az NXT-ből jön, igen, ahol mindenki megszokja, hogy mi hol van, hogy melyik kamerát hova teszik, hogy hova kell pózolni, hanem ő most jár tényleg először, tehát körülbelül valószínűleg az akkori briefingen látta először ezt az egészet. Igen, valószínűleg. Hát meg ugye 10x évvel ezelőtt, amikor birkózott. De akkor még minden máshogy volt, igen, ugye. Szóval az abszolút, hát nekem is ugye tudtuk előre, hogy jön, de akkor is Mark Out moment volt teljesen, kész voltam tőle. A második pozitívum nekem Szeminek a bevonulása volt, hogy mennyire jól reagált rá a közönség, és hogy mégiscsak azért kapott egy ilyen kis szerepet Szemi, ami nem volt rossz. A harmadik meg ugye maga a Triple H-nek az entrance, mert pontosan előre szó szerint megmondtuk szerintem a TLC után, hogy ez fog következni, de akkor is az egész, hogy tényleg Trips jött, Trips meg is nyerte a Rumble-t, és a Face of, még ezt így egybevonom, hogy a Face of Ambrose-zal, ugye, ami fantasztikus momentum volt, és így nagyon jó, én nem is tudom, mikor álltam föl, tényleg Rumble után jó szájízzel, ez kifejezetten most jó volt. Én még azt hozzátenném a saját pozitívumaim közölé, hogy ugye a múlt héten beszélgettünk dolgokról, hogy mi az, amit hiányolunk a Royal Rumble-ből, Icarus közreműködésével, és most nagyon örültem annak, hogy sok mindent viszont láttam azok közül a dolgok közül, amiket hiányoltam. Az egyik ilyen például az volt, hogy fölemlegettem a Michaels Mr. Perfect féle módit, ahol ugyan nem eliminál valakit a birkózó, de folyamatosan akcióban van és folyamatosan képernyőn van. Na ez AJ Styles volt ebben a Rumble-ben. Tehát állandóan csinált valamit, amíg benn volt a ringben. Tehát fogadta az érkezőket, beszedte a mozdulataikat, nagyon sok ilyen dolog volt. A másik ilyen a veterán Jericho, 50 percet volt a Rumble-ben. Igen, de nem sok mindenre emlékszem abból, amit ő csinált. Mert igazából annyira szürke volt az, ami jelentlen. Viszont tényleg AJ-n folyamatosan rajta volt a kamera, amíg ott volt 28 percen keresztül, és ez egy nagyon pozitív dolog. Szintén pozitív dolog, amit beséltünk, azok a párosítások, amiket máshol nem láthatnánk, és most szembe kerültek egymással a ringben, hát AJ már maga egy ilyen volt, amikor Reignszel ott álltak, igen, egymással szemben a ringben, amikor Owenszel meg a többiekkel is. De említhetném azt, amikor Lesnar megjött, és aki szembe került vele. És Lesnar utána izéval, Wyatt-tel, az mennyire jó momentum volt.
és hát természetesen bárki, aki Triple H-en szembe került, Ziggler, Sheamus, Wyatt. Ziggler ugye így pattant le róla. De jó, az belső vicc. Persze, de Wyatt azért a két gondolatom volt a Wyatt-tel kapcsolatban, hogy megnézném azt a Wyatt Lesnar meccset, amit valószínűleg meg is fogok a Mánián. És bizonytalan vagyok. Lehet, hogy bizonytalan vagy. És én megnézném a Wyatt Huntert is. Az biztos. Nem abban vagyok bizonytalan, hogy létrejött ez a mérkőzés, hanem abban, hogy én azt látni akarom a Wyatt Lesnarra vonatkozóan. És hát ugye az Ambrose Triple H is a végén. Igen, azt is meg akarom nézni. Ami valami elképesztő volt, mert valami villámcsapásszerű libabőrözés keletkezett, és akkor volt az, amit Márfi kollégámnak már mondtam, hogy ezt a jelenetet látva egy pillanatra átvillant bennem. Erre az, hogy... Egyre gondoltunk egyből, igen. Hogy miért nem ezt csináljuk, ahelyett, hogy fél éve szopunk, mint a torkos borz Reignszel meg a reakcióival. Igen. Istenem. Igen. Ez például nálam az egyik negatívum, hogy ezt látva mi a faszért nem ezt csináljuk. Már bocsánat, tényleg most a szóhasználat ér, de ezt most tényleg csúnyán mondom, hogy mi a faszért nem ezt csináljuk Ambrose-zal. Ezerszer jobban illene a lázadó, leszarok mindent karakterbe, mint Reigns, mert Reignsnek nem áll jól. Erre majd visszatérek, de egyébként, hogyha Ambrose fele annyi támogatást kapott volna, mint Reigns, akkor már gyakorlatilag egy új Stone Coldról beszélnénk szerintem. Abszolút így van. Másik negatívum, az AJ bevonulásánál a rendezői munka, mert miért Reignsnek a pofáját mutatjuk, miért nem a közönséget, vagy miért nem az Entrance Arena-ját. Pláne, hogy Reigns még rosszul is adta el az egészet, mert bamba volt a feje. Igen, szóval meg úgy unblock később is a rendezői munka, amikor Reigns gyömözkét mutatjuk ahelyett, hogy kiesik ugye Kofi meg AJ, azt hiszem AJ kiesése sem volt meg. De az meg volt. Az meg volt? Az meg volt. Valaki más eset kérdezik. Mellesleg azt is hozzátenem a pozitívumokhoz, hogy az mennyire jó húzás volt már, hogy Owens-szel dobálták. Welcome to the WWE, brother. Egyrészt. Meg nem lett belőle lincs hangulat. Képzeld el, hogyha mondjuk egy Strowman dobja ki AJ-t. Fúj! Hát akkor szétrolkodják az egészet. Akkor a negatívum még. Strowman. Strowman egész jelenléte, aki nem hajlandó lebampolni Lesnarnak. Lesnar ezért úgy megveri, mint a Így arról beszélgetünk, hogy olyan Strowman bumpolta már valaha életében. Igen. Hát Lesnar megoldotta, mert akkor hát lekeverte, hogy le kellett feküdnie belőle. Szóval Lesnar megoldja az ilyeneket. Igen. Még Lesnar külön sztorikét megedem, nekem nagyon tetszett Lesnarnak a munkásak, hogy tényleg szarrá dobált mindenkit az egész emberbe. És ugye a harmadik, ami nekem negatívum, az, hogy a jó Tyler kapott 2 percet a Rumble-be. Egyet, jó, igen. Szóval nekem az nagy negatívum, mert Tyler azért ennél jobb birkózó, és többet is érdemelne. Igazából, hogyha a negatívumokra gondolok, akkor megint kicsit vissza kell utalnom a múlt hétre, ahol az egyik dolog, amit Ikarus mondott, az, hogy bejön egy birkózó, egy adott esetben egy alacsony kategóriás birkózó, és elhiszed, hogy van esélye egy pillanatra. Nunzio nevét vágta be, ugye? És ez az, amit megint nem éreztem ebben az egész Rumble-ben. Tehát bejöttek olyan emberek, és most elkezdhetném sorolni a neveket, de még Rusevet is mondhatnám. Rusevnél abszolút nem éreztem, hogy itt bármi Rusev, sorsza van. Breeze, Curtis Axel, szépen sorba vagy egy Titus O'Neil, egy Kofi Kingston, egy Stardust, egy Neville, és tényleg még sorolhatnám a neveket sorba, Goldust, Kane, meg a többiek. Jericho. Bejöttek a ringbe, és egész egyszerűen oké, persze, nyilvánvaló, hogy WWE bajnoki címért megy az egész dolog, és tudom, hogy mondjuk egy alacsony midcard nem fogja megnyerni. De minden az illúzió múlik. És hogyha bejön egy ember, mint mondjuk Breeze, akkor az első olyan dolog, amit csinálhat, hogy megpróbálja kiaknázni a lehetőséget, ami adódik. Tehát mit tudom én, látom, hogy bejövetelemkor a top sztár háttalál nekem a köteleknél, megpróbálom kidobni. Nyilván nem fog sikerülni, de lássam azt, hogy legalább van valami esélye, vagy megpróbál esélyt teremteni magának. Mert az, hogy bejövök, beadok 3 mozdulatot, és utána kidobnak a francba, az annyira lapos, mint a zizé. És ezt beszéltük Henry meg Swagger esetében, akiket egy meccsen tettek be a Rumble-be, és mind a kettőknek ez volt a konkrét szerepe. Na még egy negatívum, amit még hozzátennék, így ez már negyedik, ugye ez a plusz egy. Hát elosztjuk egymás között, meg mind a kettőnknek vannak szerintem külön negatívumai. Amit én kifejezetten hiányoltam, a technikai szekvencia hiányát. Mert ugye minden régebbi Rumble-ben, megnézitek, volt egy technikai szekvenc. Régen ugye Michael székkel, Perfecttel, stb. A 2000-es évek közepén, elején ugye Guerreroékkal, meg Jerichoval, meg akár Benoával. A 2000-es évek második felében Chavo Guerreroval, Punkkal,
vagy akármelyik ilyen kisebb névvel, aki mondjuk ilyen cruiserweight volt. És azóta úgy 3-4 éve nincs ilyen. És én például régen ugye volt, hogy akár egy Free Amigo-t behoztak, ami már minimum technikainak számít, vagy volt egy mini chain középen, valamelyik tényleg ilyen szuper technikással, Rigállal például. És ez nekem annyira hiányzott, mert egyszerűen nem volt meg benne. Számomra a negatívum részbe igazából még két dolog tartozik nagyon. Az egyik az az, hogy nem tetszett az, ahogyan a csapatok részt vettek a küzdelemben, és itt gondolok ezáltal a League of Nations beavatkozására a Reigns ellen, ami agyapasztóan logikátlan volt. Teljesen. Az oké, okay, hogy szarrá verjük, de akkor már nem verjük, miért nem verjük úgy szarrá, hogy közben dobjuk is ki a ringből, hogy esetleg kiessen, vagy amiután már szarrá vertük, dobjuk vissza, hogy valaki más kidobja, és akkor Reigns fogja magát, a saját lábán kimegy a bajnoki címmérkőzésből, miközben tud járni, aztán visszajön. Visszajön futva, úgyhogy leveri Sheamus-t. És nem Sterlinggel semmit abból, hogy őt szarrá verték. A másik pedig, ami szintén nekem egy kicsit túlzás volt, az a Wyatt Family-nek a külső beavatkozása Lesnar ellen. Aláírom azt, hogy Lesnar esetében valóban valami tömeges dologra volt szüksége ahhoz, hogy őt eltávolítsák, vagy valami meglepetésszerű kellett volna. Téged. De... És Lesnar esetében is ott van ugyanaz. Lesnar kétszer kidobálta ezt az egész bandát break kivételével. Aztán visszajöttek és harmadszorra őt dobták ki. És hát Lesnar mit csinált? Lehajtotta a fejét és elbattyogott szépen búsan. Igen. Emlékszünk rá, hogy mit csinált tavaly, amikor a WrestleManián kiszedték alul a bajnokövet? Felborította a fél arénát. Igen. Most meg szépen elmegy hátra. Ez is teljesen logikátlan volt. Mondjuk nekem az pozitívum, hogy Lesnar a mindenkit dobált, úgyhogy nem ugrottak bele. Szóval úgy a German suplexet a 140 kilós Harpernek, hogy Harper nem ugrik bele egy centiméter se, az valami hihetetlen. Igen, Lesnar uralta a ringet, de ilyen booking problémák igen, azért ott voltak. Persze. És tudod, nagyon bennem van az, hogy nem tudom, hogy bármennyire is jó volt ez az egész Rumble, mennyire nevezhetem jó bookingnak azt, ami történt, és most itt nem Triple H övnyelésére gondolok, bár jobban örültem volna, hogy ez mondjuk a Survivor Series-en valósul meg, és most kihívót kapott volna inkább, mint hogy ő lett volna a bajnok. Azt is meg kell jegyeznem, hogy agyapasztóan buta véleményeket olvastam arra vonatkozóan, hogy Triple H a saját egóját akarja kenegetni ezzel az övnyeléssel. Mennyire jól elmondta ezt a másnapi Róna promóba. De aki most azt mondja, hogy Trips egóját akarja kenegetni ezzel, az, aki pontosan megette azt a történetet, amit a WWE át akar adni. Tehát Trips szerintem rohadtul nem akar bajnok lenni. Trips akar birkózni. És nem elásta Reignset, hanem azt látni kell, hogy ezen a rosteren kb. Triple H az, aki kétségbe esetten próbálja overé tenni ezt a majmot még mindig. Igen. Szóval Trips tényleg ezerszer elmondta, az nem is tudom, talán a Taker elleni meccs előtt volt, amikor a fotósútra kellett menni a bőrkabátba, vagy Lesnar ellen, és akkor Lesnar ellen volt, és a faszom föl kell venni a bőrkabátot, miért nem mehetek öltönybe, meg birkóznom kell, meg stb. Szóval Trips már nem akar birkózni egyáltalán, csak tényleg szükségem van most a Davidének rá. Hogy megpróbálja megcsinálni Reignset, ami nagyon bánatos dolog nekem tényleg ezután az egész Ambrose finálé után, mert Ambrose-nál annyira testhez álló és annyira rászabott ez az egész szerep, hogy az valami hihetetlen. Igen. És Reignsnek annyi problémája van tényleg, mindjárt ott kezdődik az egész dolog, hogy Reignsnek nincsen egy egyénisége. Reigns gyakorlatilag olyan, mint egy kartonból kivágott lap, amire az van ráírva, hogy ez mainstream superstar, és azt próbálja eljátszani a szerencsétlen, miközben a Shieldnek a ruháját hordja, a Shieldnek a zenéjére jön be, a Shield módján jön be, és úgy birkózik, mint a Shieldben. Tehát totális ellentéte annak, mint mondjuk Ambrose vagy Rollins, akik teljesen továbbfejlesztették a Shieldbeli karaktereket, és így lett belőlük az újrült Lunatic Fringe, vagy mint a számító Architect Rollins esetében. Ami működik is. A másik meg nem működik. Ugye Reignsnek most van ez a jelzője, a Big Dog, a nagy kutya. Szerinted a közönség egyáltalán tudja, hogy ez ő akar lenni? Hagyjuk már! Én sem tudtam erről eddig, ameddig most nem mondta. Szóval, hagyjuk már. Nem működik. A másik dolog, amit pedig te mondtál Ambrose-zal kapcsolatban, hogy őról a hihető ez az egész lázadó történet. És való igaz. Mert azt nézzük, hogy megnézi valaki Reignset, mit lát? Nagy darab, jól kinéző, millió dolláros testű embert, átható tekintettel, olyan pedigrével, ami a birkózásra szakosodott a 99%-ának soha nem adatik meg, és nem hiszed erről, és a családjáról beszél menet közben, igen, meg ő az aranygyerek, aki kanállal, ez is kanállal a szájában született, ugye? Igen, tehát gyakorlatilag ő rá nézel, és nem hiszed el, hogy ezt az embert a WWE nem akarná az arcának.
És ez egy nagyon nagy probléma, mert ha megnézzük a legsikeresebb lázadókat, ott volt egy CM Punk, aki mindig azt mondta, amit nem szabadott volna mondani. Igen. Persze, hogy meg van rendezve, mert ez a pankráció, de az illúzió a lényeg, mint elmondtuk. És amikor egy olyan szar évben vagyunk, mint a 2011-es, és kijön CM Punk, és közé, akik ezt az egészet irányítják, azok retardált kretének, akkor hú! Baszd meg! Na, igen, az hihető. Igen. Megvan az illúzió. Ráadásul ugye Punk nem is volt egy kedves ember. Igen. Egy alternatív figura volt egész pályafutása során, róla, hogyha lázad és őt megpróbálják elnyomni, azt elhiszed. Egy Daniel Bryanról, aki egy szőrös kis gnóm, és úgy néz ki, mintha a Blaháról, az Őrsről vagy a Boráros térről szalajtották volna, nem a WrestleMania pósterről. Ha ő olyan te szomszédsrác, és elhiszed, hogy az elitista mamutvállalat nem akar egy szomszédsrácot a poszterére. Szintén hihető, hogyha ő lázad. Mondok még jobb példát. Stone Cold Steve Austin. A Daily Redneck sutyó. Aki káromkodik, sört vedel, elküld mindenkit a jóides anyjába, független attól, hogy az face vagy heel, és igazából semmi más nem érdekli, csak az, hogy a felülről rákényszerített szabályokat megszegje, egy kopasz, szakállas ember, egy fekete kisbugyiban, hogyha ő lázad és őt el akarják nyomni a cégben, elhiszed. De egy The Rockot, egy John Cena-t, egy Roman Reigns-et mindegyikkel megpróbálták, nem hiszed el. Nem. Mert ő az ő az, aki a közönség soha nem lesz. Igen. Ez a pár ember. Igen. Rockot imádták, de ő se volt lázadó. Cena ugyanaz. Vagyis hát próbálták az elején, de az sem működött, akkor kezdett el működni, amikor nem az lett. Nem, ezen átlátunk. És ezért vagyok nagyon kiakadva, hogy gyakorlatilag tényleg szopjuk a faszt Reigns-szel. Nem lehet szebben mondani. Tényleg az van. És nem csak, mivel a WWE is így van vele. Csak ott nem tudom, hogy ki nem ismeri fel a vezetésben, vagy a kreatívban, hogy ez kibaszottul nem működik. És Hunter benn volt a meccsben. Hunter pontosan érezte szerintem ezt Ambrose-zal. És Hunter az, aki biztos, hogy ezt látta, mert ezerszer szerintem visszanézték a Rumble-t azóta, kijelenezték percről percre, ugyanúgy az NFL-be kijeleneznek minden meccset. Biztos vagyok benne, hogy aki minimálisan ért a birkóhoz, értik, hogy ez így van. Nem tudom, hogy ki erőszakoskodik, mert én nem szeretem azt mondani, hogy Vince az, aki mindent elmond. Van egy érzésem, hogy itt azért a kreatív csapatnak is van egy olyan irányvonal, hogy tényleg Reigns-t nyomjuk le, de majd utána általában egyébként két évig próbálkoznak ebben, mert a színálás sem jött be, Rocknál sem jött be, utána két év után átálltak arra, hogy jó, akkor csináljuk másképp. De akkor meg már átálltak arra, hogy jó, akkor nem szeretitek, akkor most már így marad. Pedig Reigns esetében én úgy gondolom, még lenne tér arra, hogy változtassunk, mert ő neki még nincs olyan beágyazottsága a gyerekek körében, mint mondjuk Cenának van, és utána ezt azért már eléggé nehézkes, meg sok olyan szempontot kell figyelembe igen. venni a marketingbe, hogy nem biztos, hogy jó ötlet a heel turn, de Reigns-el most még meg lehetne lépni, igen. és én most meg most itt meglépném. Van az ideje. Ambrose ellen a triple threatben a tökéletes alkalom lenne, hogy meglépjék ezt. De akkor ki megy tripszelne Mániára? Ambrose. Igen, de akkor is itt lenne a tökéletes alkalom. Jaj, meglátjuk. Én nagyon-nagyon remélem, hogy tud még a WWE váratlant húzni ebben a sorozatban, és igazából egy heel Reigns-et én nem bánnék, akár hogyha a következő három évben egy teljes évet bajnok. Igen, igen, úgy jó. Megtalálná a hangját, én azt gondolom, szerintem a Shield-től elszakítva, meg a szuperhős, én vagyok a szervezet első embere elvárásoktól elszakítva igen. is. Mindenképp így lenne, és így gondolom, a végre még mondjuk el, hogy hányasra értékeljük a Rumble-t, én azért mondok nekik egy jó, közepes négyest, mármint ugye nem erős, nem gyenge négyes, hanem pont négyes, ötből ugye. Én azt mondom, hogy ha a Royal Rumble-t mint önálló eseményt értékelem, akkor nálam egy erős négyes a Rumble, hogyha a Mania szezon előszeleként látom, hogy már nem vagyok annyira bizakodó, mert ez az egész Lesnar, Wyatt és Triple H Reigns cucc legkevésbé sem mozgat meg, de talán még lesz valami érdekes fordulat ebben az egész gépezetben, várjuk. A Rumble-t ezzel magunk mögött is hagytuk, viszont egy rövid ideig még maradunk annál a témánál, amit a végén tárgyaltunk kicsit a kreatív és a booking kapcsán, ugyanis nagyon sok kérdés érkezik hozzánk azzal kapcsolatban, hogy sokan Vince McMahon nyakába varják azt, hogyha a WWE-nek kreatív problémái vannak, jelesül abba, hogy mondjuk ő nem tudja tartani a lépést a korral, vagy olyan régi sablonokhoz ragaszkodik, ami most nem működőképes. Viszont az internet népe többnyire nagy várakozásokkal tekint Triple H leendő trónfoglalása elé, akitől azt várják, hogy jelentősen változtasson a termék stílusán. Viszont kérdés, hogy ez reális esély avagy ahogy korábbi NXT-s dolgok sem működtek néha a főroszteren, lásd Ascension gondolom, meg más dolgok, lehet, hogy Triple H-nek a módszere is bebukna-e ezzel együtt? Na, szóval kezdjük az elején.
Triple H módszere régebbi, mint Vince. Mert a Vince az mondjuk úgy 15 éves, mondjuk úgy az attitűdnek a közepén mondjuk. Én Vince-nek a modelljét is alapvetően 30 évesen tagsálnám, tehát Vince-nek a modellje az gyakorlatilag a modern WrestleMania érának a pankrációja, amikor mindig azt nézem, hogy az aktuális korszeremben, mainstreamben mit tudok eladhatóvá tenni, és ennek rendelek alá mindent. Na és akkor ott van Trips-nek a modellje, fogalmazok így, mert ugye nem csak az övé, az meg a bizniszünk alapjai gyakorlatilag szintiszta megjelenítése a tévéképernyőn. Amikor megszületett a pankráció a 20-as években, már akkor ez ment. Gonosz, jó, örök harca, történetmeséléssel. Hát az NWA megalakulásával és aztán a World Wrestling Federation megalakulásával, meg pláne, tehát gyakorlatilag a második világháború utáni pankráció már egy az egyben ezt a vonalat képviselte. Meg az összes teritorium, meg az összes kisebb szervezet, sőt, még a WCW is addig, ameddig Bischoff át nem vette a hatalmat. Szóval gyakorlatilag ez a recept régebbi, mint Vince receptje, szóval nem az, hogy a modern érában nem felelel meg, hanem lehet, hogy most pont jön egy olyan kulturális, meg divatos fordulat, amikor a hagyományos wrestling lesz az érdekes és menő, nem pedig az, ami a mainstreamhez igazodik. 2. Működni fog-e Triple H, mint főnök? Ezt én avval tudom megmondani, hogy Vince-ről is mindig az a kép élt a 90-es évek végéig, amikor utazott a bagázssal, és minden auson ott volt, hogy ő egy közülünk. Igaz, hogy ő a főnök, de egy közülünk. Na most Tripsre ez hatványozottan igaz. A főroszter veteránjai, akik ott vannak 10-5 éve, még birkóztak Triple H-zsel. Ez nála így igaz, hogy ő egy közülünk. Ott az NXT, akinek egy apa figura, és szintén egy közülünk. Nézzétek meg Finn Balornak a Twitterét per Instagramját. Mit posztol? Azt, hogy ikertestvérek vagyunk Triple H-gel, mert ő is bajnok, én is bajnok, és ugyanúgy mutogatjuk a kabátunk alatt az övet. Nekem akkor is az a kedvencem, amikor Trips a több ezer dolláros öltönyében bemászik a ringbe, és Apollo Crews-nak kivégző mozdulatot parít. Meg entranszot a Zénéknek, meg Balornak. Hát Triple H tényleg a több ezer dolláros öltönybe, a több száz dolláros ingbe és nyakkendőbe mászik a földön, mint Balor. Nézzétek meg a Breaking Runs-ba, meg a 24-be, meg még nem tudom mivel, de mindezt csinálja. Szóval náluk Triple H tényleg ez egy apa figura, és van ovász. Lehet, hogy ezért nem működik egyébként ennyire a főroszter, mert ma már nagyon kevés olyan birkózó van, akinek személyes tapasztalata van Vince-el. Szóval gyakorlatilag kimondtam múltkor, hogy nem is járt Vince irodájában még soha. Nem tudom, de jó páran vannak így ezzel, tehát azért Brian könyvében is, hogyha elolvasod az ő Vince-el való interakcióit, teljesen más képet fest le, mint például Shawn Michaels, Brian mestere, aki a 90-es években lett befutott főmeccses sztár, hogy ő hogyan jár be Vince-hez, és mondjuk egy mai főmeccses ember hogyan jár be Vince-hez. Mert ugye Vince ott van minden rón, de nincs ott minden house-on. Triple H az összes NXT eventen ott van, kivéve az ilyen nagyon kicsiket, tényleg ahol 200 ember előtt lépnek föl. Ezt Alberték megoldják. Igen, ezt Alberték megoldják, de az összes nagyobb túrán ott van, a Westside-i túrán ott volt, a londoni túrán ott volt végig, ott volt a texasi túrán végig, szóval ami nem ilyen nagyon pici, ott van. Én azt gondolom egyébként, hogy tényleg hiba lenne Vince nyakába varni azt, hogyha a WWE-ben, egy személyben az ő nyakába varni azt, hogyha a WWE-ben kreatív problémák lépnek föl. Én azt gondolom, hogy Vince-nek, hogyha bármi felróható, bár ezt kívülről nagyon nehéz megítélni, akkor talán az, hogy nagyon ragaszkodik, és szintén beszéltünk erről egymás között, nagyon ragaszkodik bizonyos mainstream superstar formulákhoz, amilyen például most Reigns. Tehát gyakorlatilag, amikor én Reigns-t látom a képernyőn, én nem Roman Reigns-t, vagyis az őt eljátszó pankrátort látom, hanem gyakorlatilag tényleg egy kartonból kivágott figurát, aki pontosan azt csinálja, mint amit ennek a sztereotípiának csinálnia kell. Pedig ez most már annyira nem áll a mainstreamre se, tehát hogyha megnézzük az elmúlt éveknek a film sikereit. Jennifer Lawrence és Daisy Ridley, két nő az éhezők fiatalával és a Star Wars-szal szinte azonnali megasztárok lettek. Peter Dinklage, egy törpe a Trónok harcával, ikon lett. Most pedig már a Marvel, aki még talán a legtovább a szuperfősös filmekkel ragaszkodott ez a régi, jóképű, kigyúrt férfi hős imáshoz, leszerződteti a Doctor Strange filmbe Benedict Cumberbatchet, aki minden, csak nem az előzőleg felsoroltak egyike. Tehát én azt gondolom, hogy ha ma egy pankrátor elő tudja adni magát, van egy egyedi megjelenése,
és tud tényleg szerepelni, akkor azt már oda lehet rakni az összes amerikai talkshowba, és nem fog szégyent hozni a szervezetre, és nem fog oda nem illőnek tűnni. Lásd Rollins, aki a legalterabb csávó szerintem az egész roster jelen pillanatban. És mennyire jó, mert már John Stewart-tal. Igen, simán, öltönyben, hátrafogott hajjal, nem mondod meg, hogy ez a csávó, punk zenét hallgat, rock zenét hallgat, alter klubokba jár, meg ilyenek. És ezt meg fogják csinálni Corbinnal is egyébként, ha hagynak neki időt, mert Corbin meg ugye kivégző eszközöket, koponyákat és egyéb dolgokat vásárol helyi bazárokban. Lásd Breaking Grounds, ami nagyon furcsa és nagyon ijesztő. A másik, hogy nem működik, ami nem működik kicsiben, vagy működik kicsiben, az nem fog működni nagyban. Miért nem működött az Ascension? Az Ascensionre most jöttünk rá, hogy miért nem működött. A doktorral beszéltük ezt szerintem múlt héten. Igen. Lehet, hogy Facebookon beszéltük, már nem emlékszem, már sokat beszélünk. Hogy az Ascension azért nem működik a főroszteren, mert az Ascension nem birkózik. Igen, tehát gyakorlatilag megnéztem, akkor jöttem rá, amikor visszanéztem a korai NXT takeover-es meccséket, és rájöttem, hogy az Ascension folyamatosan végig támadta azokat a meccseket. Ne, alig bámpoltak az ellenfeleiknek, azt is csak a comeback időszak alatt, amikor a fészek csináltak egy rövid ilyen fél-egy perces visszatérést a meccsbe, végig dominálták az egész meccset, és így nem jöttek ki a hiányosságaik. És felkerültek a fő rosterre, ahol hirtelen kiegyenlítettebb volt a mezőny, nem tudták ugyanezt megcsinálni, és kijött az a hiba, basszus, hogy ezek nem tudnak ilyen szintű mérkőzéseket vívni. Így csak van. Azt az egy bizonyos mérkőzés típus tudták lejátszani. Nézd meg, aki mondjuk nagyon jól tud birkózni, ala Owens működik a főroszteren. Rollins működik a főroszteren, Ambrose működik a főroszteren, mondjuk szerintem hosszabb távon Breeze is fog működni, csak neki idő kell még, hogy bejárassák. Page működik a főroszteren, kellett neki másfél év, de működik a fél évben. Wyatték is működnek, és gyakorlatilag Wyatték változatlanul működnek, mert ők az NXT-ben is pontosan ezt most már a csajok is elkezdenek működni. Így van, a csajok is elkezdenek működni, mert most már tudják, hogy kicsoda, micsoda, hogyan, mert Charlotte egy kicsi genyó apuci kislánya, és most már nem csak egy sima flair, hanem tényleg ez a karakter. Becky a szintén apuci kislánya, de ő a jó kislány, aki mindig tisztán akar nyerni, mindig tisztán harcol. Sasha meg a bostoni külvárosi sutyó, már bocsánat, de aki 5 dollárért hátba támad és megver, meg elveszi az uzsonnás dobozodat kaja közben. Brooklynban most akkora popot kaptál, mint egy ház. Stay. Meg egy Combat New Yorkban egész mindenhol. Akkor fognak jönni a továbbiak, Joe biztos, hogy működni fog, mert... Én még azt is mondanám egyébként, hogy a maga midcard szintjén Neville is működik, hiába szidjuk el a crowdworkjét, de arra a helyre, ahol most használják a rosterben, amit ő tud, az elég. Kalisto is működik most már. Azon a helyen, ja. Azon a helyen, ugyanazon a helyen, egy szinten vannak. Joe jönni fog valószínűleg a Mania után, erről beszélünk majd még, az is működni fog, mert Joe mindig működik. Finom hangolás és idő kell mindezeknek a karaktereknek, és úgy gondolom, hogy ha a Triple H modelljéről beszélünk idézőjelben, akkor a fő rosterre átlépve annak is finom hangolás és idő kell majd valamilyen szinten. Tehát nyilván azt, amit az NXT-ben csinál, egy az egyben nem lehet a fő rosteren megvalósítani, de azoknak az alapvető irányelveit finom hangolva át lehet ültetni a mai mainstream környezetbe. És szerintem. Vegyünk tech teameket az NXT-ből, mi fog még működni. A Vaude Williams biztos működni fog a főroszteren szerintem, még heelként is. Enzo és Cass működni fog a főroszteren, abban biztos vagyok. Ők olyan népszerűek lesznek, mint a New Age Outlaws volt a 90-es években. És Gable és Jordan is fog működni a főroszteren, mert az a két ember annyira jól tud birkózni, az valami hihetetlen. És tényleg, a finom hangolásra visszatérve, nézzétek meg a Breaking Dawn-nak azt az epizódját, amikor Apollo-t debütáltatják, hogy tényleg, nem debütáltatják, hanem amikor a Takeover-en birkózik, hogy nézzétek meg, hogy a Takeover előtt, ami az egyik legnagyobb alása az NXT-nek, Triple H-ék entrance-ot próbálnak vele, és finishert tanítanak neki úgy, hogy már 3 vagy 2 hónapja birkózik az NXT-ben a TV-tépingeken. És nem az, hogy tényleg, amit mindig mondunk, hogy senki nem az első karakterével fut be. Csak nagyon kevés esetben. Sőt, senki nem az első karakterével fut be. Én azt is gondolom, még talán egy kicsit, hogy azért is megy a fő roszteren a sok szempontnak való megfelelésen túl kicsit nehézkesen az átállás. Mert nagy. Mert nagy, igen, és a másik dolog az, hogy Triple H-nek a figyelme most nem elsősorban erre összpontosul. Igen. Tehát nem arra megy rá most Hunter, hogy most az apussal minden egyes apró sztori elemet 50-szer átvegyünk és összevesszünk rajta a grillezések alatt,
hanem ő most csinálja azt a fajta gyártósort, nem tudom másképpen igen. mondani, ahonnan ki fognak jönni azok az emberek, akikkel ő fog dolgozni igen. évek távlatában. Igen. Igen, és gondoljatok bele, hogy Rigállal, meg Albertel, meg Brookside-dal pontosan ezt csinálja, meg ugye... még az Armstrong is ott van ugye lent a Performance Centerben. Pontosan ezeket a dolgokat csinálja meg. Triple H gyakorlatilag vége van a SmackDown tapingnek kedden, szerdán leutazik Orlandóba, és péntekig nem jön haza. Uh-huh. Gyakorlatilag lent él Trips Orlandóba, és előadásokat tart a fiataloknak, a TV tapingeket irányítja, a takeovereket irányítja, gyakorlatilag a Performance Centerben van egész nap, bármelyik fiatal bármikor oda mehet hozzá, beszélgetnek vele mindenről, és ez mind a négy veteránra igaz, szóval, sőt, Amátót is oda vennénk, ugye? Mert ugye a csajokkal is ugyanez van. Gyakorlatilag bármikor oda mehetnek Rigához, bármilyen ötlettel, megbeszélik azt, finom hangolják, és ez működni fog. Ugye a Performance Center kapcsán volt Triple H-nek az a szövege, hogy amikor kitaláltam ezt az egészet, arra gondoltam, hogy ha én ma akarnék betörni a bizniszbe, mi az, amire nekem szükségem lehet. Igen. És mindent odarakott, ami csak az eszébe juthatott ezen a szintén. Amiről írtam ugye a cikket, jó, ha nem olvassátok, még elolvassátok el. Ugye a utánpótlás képzés forradalma címen van, majd is ki fogjuk linkezni azt is még egyszer. És ez nem lesz egy rövid folyamat, nem lesz egy egyhetes folyamat, nem lesz egy éves folyamat. De olyan, úgy gondolom, hogy olyan folyamatokat indítottak el, amelyek 4-5-10 év múlva fognak egy teljesen más pankráció bizniszt a szemünk elé varázsolni, akkor, amikor Vince már valószínűleg tényleg, ha egyáltalán még benne lesz, nem lesz ilyen szinten vezére ennek az egész dolognak. És Trips mondja erről mindig, hogy azt hiszitek, hogy elkezdtük igazán? Még a felszínét sem karcoljuk annak, ami jönni fog. Mint egy jéghegy. Igen. Csak azt látod, hogy a víz fölött van belőle. Igen. Így van. Nagyon izgalmas dolgok várnak ránk, azt gondolom, a következő években. Nem szabad Vince-nek a nyakába varni egy szemében azt, hogyha problémák vannak, nyilván problémák vannak, a nagy részét ennek ő is látja. Meg amit a múltkor mondtunk, hogy most már kiöregedtek azok az ellenpólusok, hát Pettet láttuk a hétfőiron, hogy nagyon le van robbanva szegény. Hát már 80 felé tenni lassan. Briscoe szintén. JR ugye szintén, akit ugye el is küldtek, vagy el is ment, ezt ugye sosem fogjuk megtudni, szerintem elment, mert nem akarták már többet alkalmazni, ugye JR meg ugye szereti, és ezért megy a New Japan Pro Wrestlinghez kommentálni. Szóval most már nincs meg az ellenpólus, aki a Vince hülye ötleteit is ellenpólusozná, mert Hunter ugye tényleg az NXT-vel foglalkozik. A családja van ugye gyakorlatilag, azok pedig nem fogják a napjaikat arra áldozni, egyfolytában veszekedjenek Vince-el. Meg Hunter is veszekszenek eleget. Így van, meg Hunter az NXT-vel foglalkozik. Igen. Stephanie meg a biznisz részével foglalkozik, úgy, ahogy annó Linda csinálta Vince mellett. Nem fognak ellenpólust képezni. Igen. A wrestling ellenpólusok így elmaradtak. Nagyon Vince felől. Mert senki nem bírja a tempót. Talán a szegmény zárásaként azért ide beszúrnám, hogy a kimondottan WWE ellenes Wrestling Observer rajongó közönség azért csak megválasztotta az év bookerének Triple H-et és a másik NXT-s csókát, akit Wardnak hívnak, azt hiszem, és ott van mellette. Úgyhogy látszik, hogy egyébként az a fura eset által az idén, hogy a Pro Wrestling Illustrated, ami egy félig sztorit tartó magazin mind a mai napig, hitelesebb díjakat adott, mint a Wrestling Observer. Igen. Mert a Wrestling Observernél markok vannak. Ez meg ezt ne egyszer. És így van, és akkor a következő szegmensünk pedig a közönségi kedvenc, és a mi kedvencünk ugye a Free Minute Warning lesz. Alright, gentlemen, you have 3 minutes, and you better make it good. Akkor ismét 3x3 percig, ha nem, mert most 4x3 percünk lesz, arra, hogy elmondjuk nektek az előző hét híreivel kiegészülve az e heti legfrissebb és legforróbb híreket, amik különböző dolgokról szólnak. Van, mindjárt találom a... Szomorú is, boldog is. Van, ami egyesek számára szomorú lehet, mások számára boldog, attól függően, hogy melyik szervezetet szeretné nézni. Kivételesen most nincs gazdasági hírünk, mert most nem történt olyan, de hogy félig meddig gazdaságinak nevezhető lesz. És lesz egy plusz együnk is, ami ilyen kicsit... pletyka szint. Igen, pletyka szint. És kezdjük is el. Melyikkel akarsz kezdeni? Hát kezdjük a szomorúval. Jó. Melyik szomorúval? Jó, tudom, ez neked nem szomorú. Jó, akkor a nem szomorúval. Oké. Okay. Jó, akkor indul a 3 percünk most. A nem szomorú hírünk számomra az, hogy Jeff Hardy szerződést hosszabbított a TNA-vel.
ami sokak számára szomorú lesz, és bússá teszi őket, hogy Jeff Hardy nem fog visszatérni a WWE-be, és nem fogja megnyerni a 2016-os Rumble-t. Igen, mi is kaptunk ilyen kommenteket, amik nagyon szerették volna Jeff Hardy-t újra a WWE-ben látni. Idén nyáron járt volna egyébként a szerződése a TNA-vel, és hát voltak ilyen plegyka szintű megnyilvánulások, hogy esetleg visszakacsingathat. De azt gondolom, hogy mindegyik fél döntése teljesen érthető. Úgy a WWE-re, úgy a TNA-re, úgy Jeff Hardy-ra gondolva. Hát a Jeff Hardy-nak egyszerű a döntése. Marad a TNA-nél, ott szerintem most jelenleg a legjobban fizetett birkózó lesz, meg még most is azt talán, ami még a régi szerződésből hátra van. Plusz ott folyamatosan main event sztár, gyakorlatilag ott van az összes haverja, ott van a testvére, és él, mint hal a vízben. És ha Hardy-k a legnagyobb sztárok gyakorlatilag az egész TNA-ben, azt csinálnak, amit akarnak. Twitter jött. Ez indokolatlan. Igen, de mindegy. Szóval, a Hardy-k azt csinálnak, amit akarnak, gyakorlatilag, és nincs is olyan kemény naptár, mint ami a WWE-ben várna rá. A TNA számára teljesen indokolt és megtartani. És nincs drogteszt. Ezt nem akartam így mondani. Én abból indulok ki, hogy Hardy tiszta most már. Azt nem hiszem. Családapa! Akkor is én azt nem... De családapa! A másik is az, és mégsem hiszem. De annak egy idióta a felesége. Jó. Hát ez a bizniszben előfordul egy párszor egyébként, de nem na mindegy, a TNA szempontjából is érthető az egész dolog, hiszen őnekik nagyon szükségük van minden olyan elérhető mainstream jelentőséggel bíró sztárra, aki még megmaradt, mert a WWE felszippantotta a fiatalok egészét, maradtak a Chris Hero-k, akik dagadtak immár. Így van. Jeff Hardy is dagadt mondjuk egy kicsit, de ő még mindig meg főleg egy jó kategóriás birkózó. És a WWE szempontjából érthető a dolog, hiszen Jeff úgy gondolom bizonyos szintig ugyanolyan kockázati tényező, mint Kurt Angle, akit szintén nem akarnak visszavenni. Tudod mi a durva, hogy a TNA gerincét gyakorlatilag kivágta a WWE, és így beolvasztotta magába Austin Aries-szel, AJ Styles-szel, igaz, Styles már egy éve nincs ott, de Joe-val, szóval gyakorlatilag Sting-el. Igen, és nagyrészt az ő ex-birkózói kették át a helyüket a TNA-ben. Akik egyszer már besültek a WWE-ben. Na most ugye Hardy esetében is szerintem az van tényleg, hogy ha a WWE biztosra vehetné azt, hogy megbízhat benne, akkor akár adnának neki még egy lehetőséget. Na de könyörgöm, két eltiltást szedett össze a legutolsó 3 éves WWE etapja alatt. Utána ugye megkapta a világbajnoki címet, mert úgy vitték a cuccait, hogy még John Cena-t is lekörözte vele, de csak egy-egy hónapra merték bármikor is odaadni Hardy-nak. Szóval ez nem véletlen. Hardy-ban már akkor se bíztak igazán, és amikor a pihenője megkezdése után egy héttel lekapcsolta a rendőrség 2009-ben egy rakat cuccal, ópiumtól kezdve mindennel. Úgyhogy a csomagtartó teli volt cuccal, tényleg. Úgyhogy azóta szerintem rendkívüli dologra lenne szüksége ahhoz, hogy a WWE ilyen emberekkel próbálkozzon. Ezt ők maguk mögött hagyták, úgy gondolom, még akkor is, hogyha egyébként Jeff Hardy, és kívánom, hogy így legyen, rendbe tette az életét. Igen, azt mondjuk én is kívánom, csak én sem szeretem kifejezetten őt. Én szeretem. Pont ezért nem. Én szeretem. Akkor jöjjön egy kicsit a kórházi várószobánk 3 percben, egy kicsit összevonjuk a dolgokat. Az egyik ugye az, hogy Nikki Bella pályafutásának talán vége van, mert egy olyan nyaksérülés szerett össze, hogy a múlt időszakban, hogy azt műteni kellett SOS-ben. Igen, a nyaka valószínűleg jelentősen megszenvedte még a kivégző mozdulatát a Lex Luger-től elsolt reketeket is. Nem reketek, hanem reketek. De minden esetre egy eléggé komoly nyaksérülése volt, tehát nyilatkoztak még a műtét előtt, hogy a sérülésnek a formája az gyakorlatilag olyan, hogy még a maga a műtét is egy komplikált dolog. Tehát maga a műtét vethetett volna véget a karrierének, még akkor is, hogyha jól sikerült, tehát nem volt erre garancia. Egyébként Nikit megműtötték, jól van, és meglátjuk, persze még túl korai arról bármit is mondani, hogy a pályafutása szempontjából ez mit jelent, de abból Bárti kollégámmal mind a ketten megegyeztünk, hogy ha ez Brie lett volna, akkor valószínűleg ő nem próbálja visszajönni, hanem a gyógyulás után egyből a család alapításba vágna bele. Nikkinél azért úgy gondolom a John Cena-s kapcsolat, meg azért a férj példája, lehet, hogy őt még egy comebackre sarkalni fogja. Aki 2 hét után az Instagramon posztol a műtétje, utána egy olyan képet, ahol nagyon-nagyon durva súlyokat emelget, ami nem ajánlott senkinek, akit nem John Cena-nak hívnak. Szóval ő is elindult a visszatérés útján. Rollinsról is jött egy pletyka, hogy ő a mániára szeretne visszatérni. Nem fog! Elszakadt az összes tércrad az Isten verte térdében! Ő maga mondta azt, hogy vissza akar jönni a mániára, ami hihetlen! Én is sok mindent akarok, tudod? Igen, és ugye a legújabb, legfrissebb hírünk, hogy Seamus, ezért Seamus, nagyon
Eurosportos volt. Azt nem ők Simásznak mondták. Igen. Simász. Seamus. Simask. Simask, igen. Seamus keze gipszben van, de olyan inszalag gyulladásai vannak a karjában, ami veszélyezteti akár a karrierjét, meg a fogó erejét, meg minden. És ráraktak egy gipszet alapvetően a karjára, elvileg azért, hogy ne tudjon birkózni, hogy úgy vigyázzon rá és rögzítsék, amíg gyógyul. Gyakorlatilag meg valószínűleg azért, hogy addig sem lehessen az edzőterembe súlyokat emelni. Ugye, mert ugye Seamusról is azt kell tudni, hogy Seamus is ugye heti hétszer jár ugye edzőterembe. Sokszor ilyen tripszel jártak együtt edzeni, ami nagyon durva lehetett. Gondolom, néha a Vince-t is levitték magukkal. Nem lehet, hogy a Rumble-ben ő volt tripszárnyi embere. Igen, ez kis inside joke. Igen. Mindig teli van a biznisz vele. Szóval maradni fog egyébként az adásokban a hírek szerint, csak birkózni nem birkózhat. Lesz a League of Nations vezetője. Meglátjuk, hogy hogyan gyógyul a karja. Egyelőre nem tudtak arra vonatkozó információt adni, hogy mikor térhet vissza a ringbe. Ez ugye egy ilyen sérülésnél nagyon sok múlik az egyéni testen, tehát lehet ez rövidebb is, hosszabb is. És az utolsó nagy hiányzónkról ugye újabb friss hírrel nem tudunk szolgálni. Ortonról ugye nem tudunk jelenleg semmit, hogy most mi a helyzet. Hát azt, hogy a nyakát nem kell műteni. Igen, annyit, hogy a nyakát nem kell műteni, ami azért egy szerencsés fordulat. Aztán, ha meg felbukkan a Mániára, akkor szerbusz. Igen, már még annak itt lett volna az ideje mondjuk, de hát majd meglátjuk. Faszlén után. Így van. Vagy a Faszlén ne! Jaj, igen. Nincs már Rollins, aki jelen birkózzon. Yeah. Na és akkor menjünk a kis ilyen mini fél gazdaság is híreink mellé, ami NXT téma a körben történik. Az NXT mindig jó. Az NXT mindig jó, ez is 3 percet kap, mert 3 emberről fogunk beszélni. Érkezőkről és távozókról. Így van. Az egyik ugye Austin Aries. Aries. Nem Aries, Aries. Nem, én ezt nem fogom tudni kimondani. Aries. Double A. Jó, na, double A lesz. Szerintem azért találták. Az Arn Anderson. Igen. Egyébként ezt a tényleg én szerintem azért találták ki, mert az nem tudta kimondani ezt, hogy... Igen, Austin Starnak hívták egyébként a csávót. Szóval megérkezett double A, aki sokan panaszkodtak miatt, hogy ő miért jön az NXT-be, és miért nem a főroszteren, mikor AJ a főroszteren van. Amekkora egy seggfej volt Austin Aries a TNA-s karrieri egy részében, szerintem örüljön, hogy egyáltalán ott van a WWE-ben. Szóval őt ugye odahozták, meg azért, mert ugye növelni akarják az NXT brand értékét, amit ugye folyamatosan növelnek mindenkivel, és ezért érkezik Shinsuke Nakamura is az NXT-be, amit azt egy videóüzenetben láthattuk a heti NXT adásán. Nem a heti NXT-ben, majd lesz csak a heti igen? NXT-ben. Igen, ez még nem ment le, csak csak kirakták ugye már a weboldalra, mert ugye ez sztori lesz, tehát Nakamura Shinsuke a japán New Japan Pro Wrestling arca gyakorlatilag. Ikonikus pankrátora. A WrestleMania előtt 2 nappal az NXT TakeOver Dallas gálán fog debütálni. Elmondjuk a spoilert, vagy nem mondjuk el a spoilert? Én elmondom jó, a spoilert. Jó, nagyon nagy spoiler betűnek spoiler, aki nem akarja hallani, az most halkítsa le a rádióját. 3, 2, 1... Méghozzá Nakamura Sami Zayn mérkőzés lesz a Dallas-i TakeOver-en, ami nagyon-nagyon kemény lesz valami érzésünk. Nézzétek meg tényleg az AJ Styles Nakamura mérkőzést a Wrestle Kingdom Terről. Hát te is bepótoltad azóta. Én is bepótoltam, volt rá időm, egy reggeli készülődés alatt megnéztem, fél óra. Pure birkózás, nagyon durva, Nakamura nagyon stiff, nagyon kemény, és nagyon durva dolgokat tudnak csinálni. És nagyon szereti a térdét belevágni méterekről az ellenfelek is testébe. Így van, közelíti a testéhez a térdét. A másik, meg egy kicsit szomorúbb hír, mégpedig az, hogy a Raw After Mania-ra föl fogják hozni Samoa Joe-t. Legalábbis ezt pletykálják, szóval ezt pletyka szinten kell kezelni. Viszont, hogyha tényleg jön Nakamura, mint star power, tehát mint újdonsült sztár, akkor végül is Joe felszabadulhat. Annak ellenére, hogy szerintem nagyon jól néz ki az ő veterán alakja igen. Az NXT-n és az NXT közönség előtt. A gonosz Joe szakállal, amit ugye most előszeretettel hord, ugye, amikor itt kivágja, ugye, ahol nekem sem nő a szakállam egyébként. Én Joe-ban azt bírom nagyon, hogy a meccseik közben folyamatosan olyan fejet vág, mint hogyha undorodna az ellenfelét. És gonosz, roppantból gonosz. És még egy kis NXT-s hír, az mondjuk egy kicsit szomorú, ugye, hogy a jó kis Kiskentának, akit ti Hideo Itami ismerhettek, ugye komplikáció léptek fel a válsérülésében, és ugye már 7 hónapot hagyott ki, és valószínűleg még több hónapot ki fog hagyni, szóval lehet, hogy ebből egy egyéves kihagyás is össze fog jönni neki, ami mondjuk szomorú, mert azért megnéztem volna ugye Balor ellen mondjuk egy övmeccsben, mert olyan nagy valószínűséggel Balor meg Hiltörn fog venni. Joe-t viszont várjuk a főroszterre, hogyha odajön, úgyis van olyan veterán és olyan kiváló birkózó, hogy csak nyerhetünk vele, bárhol is.
is van. És jön most a plusz együnk, az pedig egy kicsit a pletykarovat legmélye. Bulvár! Bulvár bullshit, ahogy ezt szokták mondani. Mégpedig indítom az órát. Az egyik az, hogy Vince állítólag fölhívta a jó Dave Batistát. Várjál, nem is arról volt szó, hogy fölhívta, nem azt, hogy Batista konkrétan oda ment. Igen, oda ment. Hát először fölhívta, és Batista oda ment a Rumble-re. Mert egy SMS-t küldött. Ja, az is lehet. Vagy Hunter hívta, mert ugye Hunter el nagy haverok, ugye? Szóval Batista ott volt a Rumble-ön. Vagy FedEx. Az Bischoff módszere, azt tőlem előjöket. Szóval Batista ott volt a Rumble-ön, állítólag leültek tárgyalni arról, hogy nem wrestling szerepben megérkezik a WrestleMania 32-re. Mert ugye kellene nagyon a mainstream sztár erő a WrestleMania-ra, mert ugye ez az egyetlen dolog, amin ugyan már Rock ott lesz, mint ahogy azt ismét a Ron is elmondta nekünk. Egy zseniális szegmensben. Ami zseniális... 30 nem tudom hány perc volt, szerintem a Raw leghosszabb szegmense volt. Nem iratkozom ezt a szegmenset illetően. Jó, addig, ameddig ki nem lépett Rock a függőn, meg addig jó volt. Jó, de most miért Rockról beszélünk, akkor Batistáról van szó. Batistázunk egy kicsit. Szóval Batista, aki birkózni már nem tud, mert egyszerűen... Soha nem is tudott. Jó, az tény, de régen legalább jól nézett ki. Szóval most már jól néz... jól néz ki, csak... De a birkózásra is jól nézett ki valamilyen szinten. Jó, oké. De most már olyan szinten van, hogy most már birkózásra sem néz ki jól, szóval inkább csak jöjjön beszélni, amit még kevésbé tud. Szóval... Nagyon jó, megint okoltuk ezt az egészet. Szóval Batista egy valamiért kell, mert befutott a Guardian of the Galaxy-val, és azóta James Bond ugye gonosz, főgonosz lett, vagy nem is tudom. James Bond gonosz lett, maradjunk ennyiben. Mr. Hinks! Nem néztem még meg azóta az új James Bondot. És szóval... egy olvasok híreket. Én is azt olvastam ilyen. És most térjünk át a pletykarovatunk másik felére, azt meg a doktor fogja nekünk prezentálni. Ugyebár az az ember, akit Batistát a legutolsó WrestleMania fellépésén feladásra kényszerítette, Daniel Bryan, akit már nagyon sokszor emlegetünk a pletykák kapcsán. Mind visszatérő szereplője. Ugye pont a múlt héten emlegettük, hogy egy neves amerikai idegsebész azt mondta, hogy jöhetne birkózni. Viszont ezen a héten bejöttek azok a pletykák, miszerint a WWE korábban már közölte Bryannak, hogy nem fogják tisztázni, és inkább kap egy wrestlingmentes állást a szervezetnél, ami Bryannek nem tetszett, úgyhogy elment Vincehez az összes gondolom megszerzett orvosi bizonyítékával. És lebaszta az asztalra. És továbbra is így megy a vacillálás, hogy most akkor visszajön, vagy nem jön vissza is. Ezt is beszéltük bárfül az adás előtt, hogy... Ennek két okát látjuk. Nekem nagyon gyanús igazából ez az egész szituáció, mert tényleg az, hogyha Brian a házi orvosától, vagy az STK-tól hoz egy igazolást, jó, Amerikában nincs STK, de értitek a dolgot, ha onnan hoz egy igazolást, hogy birkózhat, megértem, hogy a WWE nem fogadja el. Na de az NFL, ahol az agyrázkódások szintén problémát jelentenek, és az ottani orvos azt mondja, hogy birkózhat, neves specialisták azt mondják, hogy birkózhat, nem áll össze a kép, hogy mondjuk a WWE miben lát mást az ő agyában. Na és én ennek összesen két magyarázatát hoztam, legalábbis a doktornak, ezt akkor is elmondom, ha le fog járni az óra, és le fog járni az óra. Már mindegy. Most már mindegy, szóval meg is állítom a francba, mert csipogni fog, de akkor megvárom, hogy csipogjon. Jó, akkor megvárom, hogy csipogjon. 6, 7, oh, ha már amből, akkor igen, 4, 3, 2, 1, bzzz. Így van. Indokolatlan volt ez megint. Na, de mondd a két, erre most még hangosabban csipog, mit csinálsz? Én semmit. Jó, na, akkor mondd a két indokat. A két indok, az egyik az, hogy Vince iszonyatosan fél attól, hogy Brianből egy új... Benoit lesz. Látod, ki se tudod mondani a nevét? Mert már megakad a nyelvem tőle. Szóval egy új Benoit lesz, ugye hogy egy következő agyrázkodás következő, vagy megőrül, ami a rosszabb eset, vagy pedig lebénul a ringben, vagy valami egyéb ilyen neurológikus problémái lesznek, Parkinson-kor, egyéb, stb. Ami szerintem egyébként is valószínűleg benéz Briannek hosszabb távon sajnos. A másik variáció az, hogy Vince, az öreg pókerjátékos, aki megnyert már 1000 kártyacsatát, az ingujában tartja az utolsó ászát, akit ha Roman Reigns végképp befürdik a mánián, és nem fog bejönni, amire lássuk be, van esély. Akkor a Raw After mánián így lerak az asztalra, hogy akkor itt van Brian. Meglátjuk. És mondjuk Brian-en debütáltatjuk Joe-t. Ami így... Oké. Okay. Akkor megy vissza a kórházba, értem. Nem biztos, mert Joe vigyázni fog rá, mert azért Bryant ismeri már. Jó, a Lesnarnál jobb az tény. Igen, igen. Mert ugye Bryant Lesnarral akar birkózni mindenkit. Én a Benoit vonalat azért nem tudnám igazából elképzelni, mert Benoit idejében egyszerűen nem nézték ilyen szinten a pankrátoroknak az egészségét, és ráadásul az agyrázkodásoknak a kutatása is annyira gyerekcipőben járt a maihoz képest, hogy az, hogy nála utólag fedezték fel, hogy olyan az agya, mint egy 80 éves Alzheimer-kórosi, az egy dolog. De Bryant jelen pillanatban is napjaink legjobb
szakspecialistái vizsgálják, úgyhogy nehezen tudom elképzelni, ez lenne talán a második, amit mondasz. Igen, hogy Vince az ingójában tartja az utolsó ászát. Vagy Joseph Maroon doktor úr tényleg tud valamit, amit a többiek. Igen, amit lát valamit, amit nem. Meglátjuk. Mert még ott volt Benoit bontolásánál. Elképzelhető. Na mindegy, szóval ennyi volt a Filmlet Warningunk. Mindig morbid vagy. Morbid vagyok, igen. A Filmlet Warningunk egy hét kiutás után visszatérve 4 résszel, és most akkor jöjjön a zene. Zenéjünk! Wait a minute! What? Did I just hear myself say 3 minutes? És akkor még egy rendkívül érdekes téma, a pankráció biznisz egyik legalulértékeltebb vonala, ami abból a szempontból alulértékelt, hogy valójában milyen fontos a termék szempontjából, mert egyébként biztos vagyok benne, hogy mindannyian nagyon szeretjük, és nagyon-nagyon sok kedvencet válogattunk ki belőle, ezek pedig a bevonuló zenék. Így van, amit már ezerszer földolgozott egyébként a WWE saját maga dokumentumfilmjeibe is, és már a Beyond the Mat-ben 99-ben is megjelenik, hogy ez mennyire fontos rész egyébként a dolgoknak, ahol a képünkben látható Jim Johnston mondta el gondolatait, most pedig a WWE csinált egy dokumentumfilmet a Networkre, ugye, amiben szintén Jim Johnston mondja azt hiszem a 30 vagy 40 legjobb zenét, vagy nem tudom mennyit, és most mellé pedig ugye a WWE.com-ra csinálják ugyanezt gyakorlatilag, ezt a dokumentumfilmet fölvágva és egy kicsit kibővítve. Igazából a zenék, mint állandó szereplők, ha nevezhetem így, fokozatosan kerültek be a gépezetbe a WrestleMania éra idejében, vagy az azt megelőző 1-2 évben. Tehát igazából a 80-as évekbeli pankráció volt az, ahol egyre nagyobb teret kezdtek el hódítani a zenék. Akár gondolok itt Ric Flairnek az űrlott osztályára, ami valójában Wagnernek az Ázó Sprach Zarathustra című dala, vagy ugye Hogannek a kezdetben az Eye of the Tiger a Rockyból, aztán Derringertől a Real American, ami szintén egy ikonikus szám, és vagy Macho Mannek a zenéje. Pomp and Circumstances. Pomp and Circumstances, igen, hogy nagyon szépen mondjam. És aztán fokozatosan a 90-es években már gyakorlatilag minden pankreator identitásának a részét kezdte el képezni ez a bizonyos bevonuló zene. Gyakorlatilag a New Generation-nel lett ez igazán, uh-huh. Ugye folyamatosan alkoteleme, talán ugye a 3 nagyét tudnánk kiemelni szerintem abból az érából, ugye Bret Hartét, ugye a Heart Attackot, ami egy inside joke megint, Takernek ugye a Funeral March-át, vagy nem tudom. Temetési indulót, ami igazából Frederick Chopin-től ered, a híres zeneszerzőtől, természetesen ezt is átdolgozott változatban, nagyon sokszor átdolgozták, de a dallam az a mai napig ugyanez. Én imádom egyébként ezt az eredeti Chopin zenét. A főleg zongorán. És a harmadik talán... Mert zongorista volt Chopin, basszus! Ugye a harmadik pedig ugye Michaelsnek ugye a Sexy Boy-ja, ami szintén ugye gyakorlatilag... Amit ő maga énekelt, amit eredetileg Sensational Sherry énekelt, és még talán egy plusz negyediket hozzunk ide, Razor Ramonének a Bad Guy-t, ami szintén fantasztikus volt, ugye, és meghatározta az egész karaktert. Igazából beszéljünk kicsit arról, hogy mitől is olyan jó egy bevonuló zene. Tehát a bevonuló zenének egy nagyon fontos, és amit mondtam, alulértékelt szerepe van, mert gyakorlatilag a bevonuló zene az első inger, ami a pankreatorból éri a közönséget. Még mielőtt megjelenik az adott pankreator, az a pár taktus, a dallam kezdete, az árulja el először a közönségnek, hogy itt kiközeleg, és arra érkezik a legelső reakció. Így van, Jim Johnston mondta erre, hogy ez mindig nagyon fontos, tényleg ez a 3 másodperc, vagy 5 másodperc a legelején, amit intrónak szoktunk hívni általában, ugye, de gondoljatok Austinnak az üvegcseremplésére, ami gyakorlatilag mai napig mindenki, 16 ezer ember kiugrik a nadrágjából, amikor meghallja, Rocknak az ikonikus mondata, az If You Smell-el, ugye, akkor... Fallin'nál az autóbaleset, mi van, akkor a modernek közül például, csak hogy a két fiatalt említjük, Seth-nek ugye az első két taktusa annak a borzasztó zenének, meg Ambrose-nak ugye a motor zúgásszerű gitárszólója az elején, de sorhatnánk sok. De egyébként a Shield-nek is a katonai kódnevek, amikkel indultak, az is nagyon jó volt. Vagy Punk-nak ugye, amikor belefújja a mikrofonba ugye a Cult of Personality elején.
Szóval tényleg az egyik legfontosabb része a zenének az, hogy tud, hogy ki jön. És azonnal arra asszociálja, ki jönni fog. Így van. És akkor utána tényleg, ami másik fontos, azt is Jim Johnston mondja a dokumentumfilmben, hogy a zene leírja a karakterét a birkózónak. Benne legyen a karaktere a birkózónak. Erre például ugye a Beyond Demetben ugye Vadernek a zenéjét hozza föl. Azt mondja, hogy ha Palinak ilyen a járása, annak benne kell lennie a zenében. És nem véletlenül lett Mastodonnak a számnak a címe, ugye? És ez az oka annak is, hogy Big Show gyakorlatilag évtizedesen bluesra vonul be. Igen. Mert hozzá ez így. Igen, mert szépen komótosan bebattyog. Akkor Jerichónak ugye a superstar zenéje, ugye a Break the Walls Down-nal ugye, ami tényleg egy rockstárnak a zenéje volt már akkor is, amikor Jericho... Amiről Jericho egyszer bevallotta, hogy 15 éve ez a zenéje, de még most sincs halvány fogalma se arról, hogy mi a dalszöveg, csak azt tudja, hogy egyszer majd jön az, hogy Break Down the Walls of Jericho. Igen. Dönts le Jericho falait, ugye? Igen. Igen. Szóval, és az, hogy Jericho le akarta ezt cseréltetni 2008-ban, amikor visszajött, és Vince elküldte a picsába, hogy pazd meg, ez a zenéd, ez te vagy! Ez te vagy! És tényleg ugye ott van Taker, akinek kisebb változásokkal gyakorlatilag 20x éve ez a zenéje. Hát tulajdonképpen a Ministry idején volt más zenéje, igen. Én mondjuk azt is szeretem, és az American Badass korszakában először ugye Kid Rock, aztán a Limp Bizkit, majd a You're Gonna Pay. Ami szintén zseniálisan jó, imádom azt a zenét. És ugye Takernek is azonnal ugye a gonggal egyből tudjuk, hogy ő az. És az előző, és a magával a, szerintem mindenki el tudná Taker zenéjét dúdolni, úgy, ahogy ezt egy videóban megcsinálták, ugye a Superstar. Az évfordulón, igen. Szóval, zseniális volt. Igen, szóval hogy a zene meghatároz az embert, és akkor most jött egy váltás, ugye, mert Jim Johnston-t előléptették gyakorlatilag, mert egyébként is ő volt eddig a zenei főnök, de most már hivatalosan ő a Vice President of Music and... Kinyújtóztathatja a lábait. Igen, és ugye a kimondhatatlan nevű CFO dollárjel. Akit én C-fosnak szoktam, igen, így nevezni magunk között. Vette át a napi komponálást, és az NXT-s arcoknak az összes zenéjét ő csinálta, sőt, azt hiszem már a Ambrose-ék is az így ő van. Munkája. Így van, tehát már a jó pár éve a fő rosterre érkezőket, igen, is ő csinálja. Johnstonnak például, ami még az ő munkája volt, az Rocknak a legújabb remixe, igen, amire 2011-ben megérkezett. Az Electrifying 2. Vagy lesz már újabb remixe is az övé. Az Electrifying 2, ami az egyik kedvenc rock zeném, annál már csak az Is Cooking verzió 2-es, ami még jó, a Hollywood Rocknak a Hill témje, ami zseniális 2002-ből, azt hallgassátok meg, ha nem annyira ismeritek. És tényleg a fiatalok közül is mindenkire tökéletesen illik a zenéje. Balornak a Catch Your Breath-je, ami zseniális. Akkor Apollo Crews-nak a... Fú, azt hiszem, Cruise Nation, vagy valami ilyesmi. De az is ugye az energiáját átadja, igen, Apollónak. Baileynek a kis tingli-tangli Hugger zenéje, ami fantasztikus. Sasha-nak a zenéje, az mi az? Sasha-nak a Sky the Limit, az akkora inside joke, ez valami hihetetlen, ugye? Mert tényleg neki a csillagos ég lesz a határ. Nem, ott random dúdolgatom egyébként. Hát az fantasztikus, hát azt nem vered ki a fejedből, ha egyszer meghallgatod. És pont ez a lényeg, hogy benne ragadjon a fejedben, és tudja, hogy ez kié. Akkor akár még a legfrissebbeknek is, ugye Corbinnak szintén a motorzugással a kezdődő zenéje. Akkor kit akartam még felhozni, aki nagyon jó, Jordanéké. Kicsit hasonlítunk azért a körtére egy picit, nagyon picit emlékeztetjük rá a közönséget, hogy ez ugyanabból a fajból való, mégiscsak. És AJ-nek az új remixe, ami fantasztikusan jó, ugye DMX alapra, ami egyébként még régebbi szám, ugye Ain't No Sunshine-nak az alapjára, egy igazi paraszti rapper számra, ami fantasztikusan jó, és ma kinyomták a WWE hivatalos csatornáját, és ma Melo közben egész nap ezt hallgattam. Érdekes lehet egyébként, hogy nagyon WWE központúan beszélgetünk, viszont ennek az az oka, hogy a mainstream birkózásban a WWE volt az, aki egy fantasztikus zenei hátteret tudott folyamatosan adni a termékének. A WCW-ban annak idején Jimmy Hart a híres menedzser volt, sokáig a zenefelelős, és a legtöbb zenét ő szerezte. Vagy pedig ugye, mint Jericho elmondja, hogy a kosárlabda összefoglaló zenéjét kaptam meg. Ez ugye a public domainból, tehát a jogdíja nem rendelkező zenéknek az arzenájából lehet meríteni. De WWE is szokott ebből meríteni, például a promó videók alatt, de az mégis más, mint amikor a birkózónak rakod oda bevonuló zenének. Kivéve, amikor olyan nagy neveket raknak a promó zenék alá, mint Bruce Sacramento-nak ugye az Evil Ways-ét, vagy a Motherless
Suicide-ját, vagy pedig AJ ugye... megint, igen, ugye, vagy pedig ugye Metallica-t tékörék alá, vagy pedig Markolit szintén téker alá. Nagyon jó Metallica-t felhoztad, mert Metallica számra, hogy, de ezt majd később, később visszatérek rá, mert a mainstreamről akartam először beszélni, tehát ugye a WCW-nál gyakorlatilag szerintem az NWO zenéjén kívül, ami egyébként szintén nem olyan jó zene, de ikonikussá tudott válni, az NWO zenéjén kívül nem jött ki onnan olyan bevonó zene, saját gyártású, mert a Voodoo Child, ami intronk is, ugye, csak egy másik remixben. Az igen, és a TNA-ben meg egy Dale Oliver nevű pasas felelt mindezért. Voltak neki jó próbálkozásai. Onnan kettőt tudok mondani, az igen? Ace and Aids-nek a zenéje volt nagyon jó, a Hands of Death, vagy fordítva Death of Hand, valami ilyesmi volt, ugye, ami nagyon jó zene volt, és AJ-nek az Evil's Vase-e, ami ugye meg Taker-éknek volt a promó zenéje Punk-kal, ugye, szóval mégiscsak valahol a WWE-nél meg fölbukkant, többet nem nagyon tudok mondani. Igen, amit. Tehát voltak azért ott tűrhető zenék, meg de... a Trouble! Trouble. Ethan Carter színek a bevonuló zené, ami szintén ilyen, nem azért, mert annyira jó, de benne rakad a fületben, amikor jön ki fel az a csóka. Inside joke az is. De a WWE volt az, aki a mainstreamben a legjobban meglovagolt ezt a zenei hullámot, aki a legjobban megértette azt, hogy mennyire fontos az, hogy a zene identitást teremtsen a pankrátoroknak, és erre Jim Johnston, majd a mai napokban a C-fos, ez mostantól C-fos lesz, kész, eldöntöttem, messze menően alkalmas is volt. Ugye ez azért fontos, hogy szétválasztjuk a mainstreamet mondjuk az indie-től, mert a mainstreamben nagyon komoly szerepet játszik az, hogy a zenék jogdíjasak. Így van. Hogyha valaki egy olyan külső előadó a zenét használják föl, akkor az bizony jogdíjas. Például nagyon sokáig, visszamenőlegesen a WrestleMania DVD-ken Undertaker a Ministry zenéjére jött be, mert a Limp Bizkit féle cuccokat, a Rollint, Keep Rolling-t nem lehetett használni. Kid Rockot a mai napig nem lehet megtalálni Takernek a múltjában, az American Badass. Még a Networkön sem. Nem. Szóval ott is az izére, ott a You Gonna Pay-t rakták be, azt hiszem talán. Ahol az American Badass lenne, ott igen. Azt. Viszont ugye például egy ECW-nak, vagy most hazabeszélek egy HCV-nek, vagy akár ROH-nek is, mert ilyennel kevésbé kell törődnie, és így például az ECW az tipikusan azt a megoldást választotta, hogy komoly, nemzetközileg elismert előadóktól, főleg ugye a heavy metal szférából választott zenéket, és egy rendkívül alacsony középkategóriás előadónak, a Sandmannek, az Enter Sandman című szám az örök ikonikus bevonuló zenéje lett. Ami zseniális bevonulásra együtt. A másik indie, ami fel akarok hozni, az két példa. Az egyik Punk, akinek két ikonikus zenéje van indie karrierje során. Az egyik a WWE-s zenéje is lett, ugye a Cult of Personality. A másik pedig a Miseria Cantor, az Afitor. Imádom. Az egy annyira zseniális szám, ez ami hihetetlen. Azt én arra vágytam, hogy arra jöjjön egyszer Punk vissza. Hallgassátok meg, Miseria Cantor, az Afitor, zseniális az a szám. És azt hiszem van fönn olyan videó, ahol Punk arra jön be. Konkrétan a Joe elleni híres meccs trilógiájában azt használta a Ring of Honor-ban Punk, de maga a szám nekem is megvan, és előszeretettel hallgatom, az egy olyan hangulatos bevonulás, bevonuló zene, hogy valami elképesztő. És iszonyatosan illett Punk akkori karakteréhez, a másik pedig Brian-nek a Best in the World karaktere, mert ugye Punk Brian-től nyúlta le a Best in the World karakter, Brian beleegyezésével persze, mert ugye nagy fanok voltak, a Final Countdown, ugye a Europe-tól, ami az egész ROH-es karrierjét végigköti Brian-nek, és zseniális a mai napig megvan a képe a szemem előtt Daniel Bryan-nek az utolsó ROH-es szereplése a WWE végazolás előtt, ahol az egész közönség egy emberként énekelte a Final Countdown. És mentek be a papírok befelé ugye a Brian-nek. És igen, az egy zseniálisan jó. Erre vágytak, hogy erre vágyik az összes már, hogy Brian-nek megvegyék a Final Countdown-t, de nem fogják, mert Punk-nak se tudom, hogy tudták megvenni azért. A Cult of Personality? Úgyhogy kellett a bandának a pénz, mert 20 éve voltak ők a topon. Így meg most eljöttek WrestleMania-ra dalolni. Kaptak az alkalmon. De azért kimondottan jó húzás volt. Tehát, ott Mark Out Moment volt nekünk, akik tudták, hogy Punknak ez volt a zenéje. A közönség azt tudta kicsoda, meg mi lesz, meg mi meg tudtuk, hogy Punk jön. Igen. Tehát azért néha ez is nagyon jót tesz az olyanok mellett, mint amikor a Rocknak, vagy Austinnak, vagy Takernek házilag lejártjuk a zenéjét. És azért itt kell megjegyeznünk talán azt az embert, aki a legtöbb pozitívat te hozta be egy mainstream
zenész szupersztárként a bizniszbe, ő pedig a nemrég elhunyt Lemmy a Motorhead-del együtt, aki három zenét szerzett Triple H kedvéért, ugye az egyik a King of Kings, amit az Authority kapcsán használ. Per Hill Triple H. A másik az Evolutionnek a fantasztikus zenéje, a legjobb dalszöveg szerintem a bizniszben. És a harmadik, ami én szerintem az egész biznisz történetének a legjobb bevonuló zenéje, a The Game, Triple H-nek a pankrációs bevonuló zenéje, ami egy olyan hangulatos szám, annyira illik a szövege Triple H figurájához, a hangulat a Triple H figurájához, hogy már amikor megszólal, most a Royal Rumble-ben volt rá példa, instant liba bőr. Hát ott, amikor megszólal a The Game, akkor teljesen kész van az a közönség. Ebből nekem egy olyan promó jut eszembe, meg egy egész olyan történet, ami így kerek, Takernek tényleg az a mánia előtti visszavonás, amikor ráengedték Tripset, hogy a Taker ikonikus zenéje, Hunter ikonikus zenéje, és az ebből vágott promó, amivel a Marcoli In Time-ot rakták alá, ami szerintem minden idők legjobb promó videója, amit mániára csináltak. Nem tudom, emlékszel-e arra, de akkor Taker nem a saját zenéjére vonult be Mánián, Johnny Cash-re. Ami szintén, azért mondom, hogy az az ikonikus bevonulva, hogy amit háromszor használt az Ain't No Grave-vel, ami, mert hogy akkor elásta előtte való évben ugye Kane, ugye a Hell in a Cell ellen. Bragging Rights-on. És ugye én, és a ikonikus Johnny Cash-re jött Taker, tényleg. Johnny Cash-t is imádom egyébként. Hát, meg volt, amikor promózene alá is Cash-t vágtak, szóval az tényleg zseniálisan illik Takerhez egyébként. Én is imádom Cash-t. Az Ain't No Grave az egyébként is egy fantasztikus szám. Ugye Cash nem sokkal a halála előtt követte el azt a verziót. Hát az zseniál. Annál már csak a Hurt jobb, amit szintén használtak promó zenéhez. Eddie Guerrero halála után. Igen. Szóval nekem ez az abszolút non possulta a zeneügyileg, az az egész történet, ami így kereken van, hogy a Ain't No Grave, The Game, és akkor ebből csináltak egy olyan promó videót, amin nyáladzunk a mai napig, ugye az In Time-mal, mert az zseniális. Annál már csak tényleg az a nagyon rövid ideig használták Punkék azt, amikor bereklámozták a mániát, a Evil Ways, amikor Punk mondja az ikonikus mondatot, hogy your hands too short to boxing with God. És arra a zenére van bevágva az a zenét, annyira jó az is. A kezed túl rövid, hogy Istennel boxolj. Majd erről fogunk egyszer egy hosszabb szegmens csinálni, tényleg csak az annyira előjárással jár, hogy ezek a legjobb promo videók így legjobb zenével. És tényleg Doki elmondta, hogy neki a The Game a legnagyobb, legokonosabb szám, nekem... De egyébként egytől is nagyon szeretem a Metalingust. Igen, az is tényleg jobb. Mert az Alter Bridge követte, úgy egytől, hogy az ő zenéje volt. A nekem a legultraimétebb szám, amit Birkóhoz lehet kötni, az ugye egyrészt, mert kettő van igazából most már így végig gondolva, az egyik a Real American Hogan-től, amit egyébként nem használt sokat, ugye ezt meglepetten tapasztaljuk, hogy most már mindenhol azt vágják, de eredetileg ugye nem azt használta. Mert ugye az Eye of the Tiger is jogdíjas, a Rocky zene, amit eredetileg használt. Meg utána a Voodoo Child még jobban, meg a Voodoo Child remix, amit a WWE Child az borzalmas lett, ezt egy idő után abban is hagyták. Aztán még a WWE-ben használta az American Made-et, amit később a WWE Hall of Fame gyűrűjével együtt lepaszolt a TNA-ben Abyssnek. Szóval az az egyik, amiről így egyből tényleg ugye a pankráció jut eszembe, a másik meg tényleg Taker zené az, ami tényleg a wrestling zene. Szóval az maga. Én még nekem a személyes kedvencem ugye a Cult of Personality meg a Break the Walls was down egyébként. A Taker zenéjét élőben átélni az a mindennél durvább. Tehát akkor gyakorlatilag olyan, mint hogyha az a haranga, az a gong, az a gyakorlatilag a koponyádon belül szólna, és megreszked benne minden idegszálad. Még egy zenét hozzáfűznék, és ezt most kicsit hazai pályáról tenném, amiről nem gondoltam soha, hogy jó bevonuló zené lesz, az a... Renegade-nek a bevonuló zenéje az a HCV-ben. Az új? A régit is imádtam, a Danzigtől a Mother-t. Az is ahhoz a figurához, ahhoz a kicsit ilyen cowboy törvényen kívüli fazonhoz. Imádom egyébként, az zenéileg nagyon jó a Mother. Az nagyon jó volt. És arra. Miután ugye ő átment a szervezet gonosz főnökébe, a jó Renegade, a jelenlegi zenéjét is egyszerűen imádom. Tranquilized HCV remix. Annyira, amikor megszólal a refrénje, és fölmegy a kötelekre, és megcsinálja ezt a kör alakú pózolását, csak ne rezonálna be az a rohadt hangszóró egyfolytában.
A másik, ami ugye HCV-ben tényleg zseniális lett, és nem gondoltam, hogy de háborzongató egyébként. Igen, az pedig a Leandertől, ugye a viharom tavaszom, amikor tényleg mondjuk 600-800 ember azt teritorokból énekli, ugye Icarusnak és Dovernek. Hát a refrént azt minimum. Igen, hát az valami elképesztő. És ugye a Breakingham-ban láthattátok azt, hogy Tyler Breeze-nek a theme songját még a Spori is énekelte. De most képzeljétek el a technika állást a viharom tavaszomnál, amikor ezt az egész bagázs énekli nálunk. Szóval a doktor ott ül mellettem, én is éneklem, mert a két technikus, aki mellettem szintén ugye. Ez így szokott lenni, szóval nálunk sem kevésbé igen. fontos az, hogy a bevonuló zene tükrözze a pankrátort, és szerencsére egyre jobban is sikerül ez, lekopogom. Így van. De az biztos, hogy mindig nagyon is előtérben lesz az, hogy a zene ilyen illeszkedjen a pankrátorhoz, mert ahogy beszéltük is, ezzel kezdődik minden. Ezzel kezdődik a te színrelépésed. Így és hogyha van. A zenéd nem tükröz téged, akkor már handicappel indulsz. Az entrance gyakorlatilag a meccs kezdete, és nem az, hogy meghalljátok a harangot. És van, akinél az entrance maga a meccs. Így van. Mert már ami utána a ringben történik, az másodlagos. Így van. Mert már a bevonulásával megvett téged magának. Lásd, Hunter és Taker ugye. Na, ennyi volt már a szorító, megint egy kicsit túlcsúsztunk az idővel, potom fél órát, nem baj. Remélem élvezitek, mi is élveztük megcsinálni. Jövő héten újra érkezünk, újabb érdekes témákkal, elárulok annyit, hogy lesz 101, és ha sikerül lebótolni, akkor szerintem be is jelentjük az egyik nagy meglepetésünket februárra, bár az még ugye képlékeny, szóval az lehet, hogy nem fogjuk még jövő héten bejelenteni, de nagyon-nagyon nagy meglepetés, ami nagyon-nagyon fog durrani, reméljük, avval fogunk jönni február közepén, ha összejön. Addig is továbbra is lájkoljatok minket mindenhol, kövessetek minket Facebookon, Instagramon, Twitteren, sőt, kövessetek minket Soundcloudon is, mert az egy nagyon fontos dolog, hogy lássuk, hogy mennyien követtek minket. És kérdezzetek tőlünk a szorító Askefemjén, vagy a doktor Askefemjén, és addig is Wrestling is Fun, és jövő héten jövünk újra. Sziasztok! Sziasztok!